szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, ismételten Kecskeméten, és ugyan nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, de én igen, hogy az előző előadás címe a választás szabadsága volt, és ugye megtárgyaltuk, hogy mi között lehet választani, tehát a transzcendencia és az anyagi vagy ideiglenes dolgok koncepciója között, és akkor megszületett bennem a gondolat, hogy meg kéne beszélnünk azt is, hogyha valaki a transzcendenciát választja, az például mivel több, mint a teológia vagy a puszta hit. Úgyhogy kicsit veszélyes is a cím, mint látjátok, de nem kell nagyon megijedni tőle. De arra szeretnélek kérni benneteket, hogy régen kiírták a strandon, hogy mély víz csak úszóknak. És nem vitás, hogy ez egy ilyen téma, de pont az a célunk vagy tervünk, hogy szépen nyugodtan előre haladva megbeszéljük azt, hogy a transzcendencia, a magasrendű lelkiség az miért ugyanúgy tudomány, mint a matematika vagy a fizika. Tehát igazából előjáróban annyit mondanék, hogy nem az a problémája az abszolút igazságnak, hogy nincs, hanem az a problémája, hogy csak egyéni módon lehet megvalósítani. Tehát hiába akarjuk kiárasztani halmazati módon az emberekre, hogy már pedig ez van és mind elérhetitek, a végén kiderül, hogy csak az érheti el, aki tesz e felé lépéseket. Egyébként ezt hívják szádanának, vagy lelki gyakorlatos él valakit. Ugyanez érdekelhet, de ha az életét nem hozza összhangban azzal, amit keres, akkor elmarad a személyes tapasztalás. Ilyenkor aztán könnyű például értelmiségként is azt mondani, hogy nincs Isten, meg nincs Brahman, meg nincs lélek, meg nincs abszolút, nincsen semmi. Valahol itt hagytuk abba, holott amiről beszélünk, az épp úgy tapasztalható, mint amikor az ember jó ízűen elfogyaszt egy friss paradicsomot. Semmi különbség nincs közötte, de ha én eszem a paradicsomot és nem te, nem biztos, hogy neked ízlik. Tehát valószínűleg kiderül, hogy azért az ízlelés harmóniája, aki elfogyasztja. Tehát nehéz helyzetben vagyunk, mert teológiában nekiállhatunk prédikálni, így is mondják, meggyőzni az embereket, még a hitet is át lehet adni. De mi a helyzetünk akkor, és ezzel fogunk foglalkozni ma este, ha nem hitet szeretnénk átadni, vagy meggyőzést, hanem megpróbáljuk levezetni, hogy miért valóságos ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Neked, mint magányos gondolkodónak, tehát ebben nem segít a közösség. Te segítesz a közösségnek, hogyha gondolkozóvá válsz. Ez nagyon érdekes dolog, hogy mindenki vágyik a szeretetre, csak egy példa, de a többségünk nem tudja, hogy az azzal kezdődik, hogy az ember ezt műveli. Nem valaki elkezd szeretni, az fogja tapasztalni, hogy szeretik. Rengeteg ember csak vár arra, hogy szeretet vegye körül, és nem jön rá, hogy soha nem lesz körülötte szeretet, ha nem fog bele. Ugyanez a helyzetünk a legutóbb félbehagyott témával is, a Brahman, vagy a bennünk lakozó változata az Atmannal kapcsolatban, hogy csak neked lehet tapasztalatod róla. Viszont nem igaz, hogy valamilyen szinten nem tudod átadni ennek a filozófiáját, vagy a lelki gyakorlatos részét, viszont megint igaz, hogy a másiknak kell kezdeni ezzel valamit. Ugye az indiai kultúrában egy sajátos vonás, hogy évszázadok sem tudták megakasztani ezt a tapasztalás sorozatot, tehát minden időkben létezik néhány ember, akinek ez nem csak filozófia, hanem a saját benső valósága. Különben ez a kultúra is megszakadt, vagy véget ért volna, mint annyi nagy vallás, ki beszél már Osirisről, meg Isisről, most a vallástörténészeken kívül nem, vagy Zeus, vagy a szobrát se tudjuk, hogy hova lett. Valaki biztos gazdagította a kincstárát vele. Egyszer csak eltűnt Konstantinápolyból, és soha többet nem látták. Ugye 500 évesen ki, de nem tört össze, vagy ilyesmi. Olyan sok érdekes dolog van a világban, hogy hova tűnnek ilyen csodálatos dolgok. Szóval a lényeg az, hogy amikor egy ilyen komoly címet választunk, hogy az élet végső értelmének megértése, akkor szó szerint arra teszünk kísérletet, hogy beszéljünk arról, hogy mit tartunk az élet végső értelmének. Jöjjön az első kép, kérném szépen. Ugye, ha ismételjük meg azt a részt, hogy a nyugat fő tragédiájának azt látjuk, nem csak én, hanem a lelki kultúrában gondolkodó emberek, hogy egy hatalmas hiányosság fedezhető föl benne, nevezetesen tagadja, hogy létezik abszolút igazság. Ez azért nagyon nagy probléma, mert nem csak, hogy létezik az abszolút igazság, hanem benned és bennem is létezik. Most, ha az ember ezt nem érti, és kiesik a gondolkodásából, gondolkodás módjából, akkor azt a világot találja,
ezekkel a válságokkal és egyéb furcsa dolgokkal küszködő világot találja, ami most is jellemzi a világunkat. Ugye, amikor utoljára itt voltam, ki gondolta volna, hogy lesz ukrán háború, vagy hasonló, csak néhány hónap telt el. Holott akkor is volt már probléma elég. Ezek a fertőzések, járványok. Tehát lassan a Föld, ha megnézzük, nyíltan kimondom, ha azt mondjuk, hogy nincs abszolút igazság, akkor kezd egy bolondokházához hasonlítani. Tudnék, az életünknek, az emberi életnek nincsen középpontja. Senki nem tudja, hogy mifelé tart, vagy mi az igazítsa a gondolkodás módját. Nincs egy fix pont, ami mentén elindulhatnánk. Sem egyénekként, sem közösségként nem tartunk sehová. És a nyugat vezetői egyfolytában azt állítják, nincs is erre szükség, az élet egyetlen célja a testhez kapcsolódó érzékek kielégítése. Nem lenézve mondom, mert ki az, aki ezen túl van. De mégis valamennyiünk közös tapasztalata lehet, hogy mintha nem lennénk teljesen boldogok, akkor sem, hogyha ezt megtehetjük. Tehát lehet sokat enni, meg inni, meg van szabadidő, meg szórakoztatóipar, fantasztikus fogalmak leplezik le ezt az egészet, de nem vagyunk igazából boldogok. Egyébként van olyan kultúra, öcsém Angliában él, ahol kötelező állandóan mosolyogni, de senki nem boldog. Tehát az etikett része, hogy de közben látod, hogy ez borzasztó, ez tragikus. Tehát nincs egy hangos hahota, mert az is be van tiltva. Tehát sem a hangos nevetés, sem az őszinte szomorkodás nem engedélyezett. Mindenki fölrak egy ilyen, mint hogyha egy maszk lenne rajta, ilyen jól érzem magam. De döntően legbelül a harmónia nem alakul ki. Azért meg kell küzdeni. Úgyhogy van az abszolút igazságnak egy megragadható része. Ezt hívjuk úgy, hogy az önmagán meditáló Brahman vagy abszolút. És innen indítanánk a mai beszélgetésünket, mivel a filozófia végtelenbe tart, ezért valahol majd abba kell hagyni, és aztán majd folytatjuk. Tehát egyszerűen lehetetlenség az örökké valóságról, nem lehet egy szakaszban beszélni. Tehát arra van időnk, hogyha sikerül, fölkeltjük az érdeklődést, vagy módszertanilag is rá tudunk mutatni, hogy milyen források mentén építhetjük fel ezt a dolgot, hogy a sajátunk legyen. De az idő abszolút, tehát arra nincs idő, hogy olyan hatásfokkal beszéljünk, hogy valaki a megvalósítás boldog tudatában menjen haza. Hát maximum annyit érezhet, hogy hiszem, ha látom, utána nézek, kipróbálom, elgondolkozom rajta. Tehát ugye látjátok is talán, kiraktunk három könyvet, erről lesz szó, ugye a Vedanta Sutrát, a Védák titkát és az Ég a szívbent. Ezek összefüggenek, tehát a Vedanta Sutra egyetlen soráról fogunk egész este beszélni. Ugye a szutra azt jelenti, hogy fonál, a Veda Anta meg azt jelenti, hogy minden tudásnak a vége. Tehát ezek ilyen ősi, modern nyelven ilyen tanári kézikönyvek, hogy egy-egy sor olyan óriási tudásról és annak a lelki gyakorlatáról tudósít, hogy néha egy órát is beszélnünk kell róla, hogy ténylegesen át tudjuk adni, hogy mire is gondol. Tehát amit mára kiválasztottunk, az így hangzik. A kinyilatkozott írások, ugye szanszkrit nyelven Shruti, elismerik a Brahmant önmagán meditáló önvalóként, ugye ez az átman, aki bennünk lakozik, és mások is azt tanítják, hogy így módon megvalósítható. Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy gondolkozzatok velem, legyetek szívesek, nem kell elfogadni, csak csinálj úgy, mintha elfogadnád. Nem tudjuk máshogy el. Tehát azt az európai ellenállást kell átmenetileg félretenni, hogy agnosztikusok vagyunk, így nőttünk fel, elegünk van a vallásból, elegünk van minden naivitásból, minden szentimentalizmusból és dogmatizmusból, jogosan. Tehát van mögöttünk egy olyan európai história vagy történelem, hogy elege van az embernek ezekből, és nagyon nehéz úgy szóba hozni lelki dolgokat, hogy rávezessük a hallgatókat arra, hogy ez nem a szokásos dogmatika, vagy vallásosság, vagy hasonló, hanem attól, hogy az európai ember tele van jogos kétkedéssel, az abszolút igazság még nem rendült meg, nem számolta föl magát, és köszöni szépen, az ember nélkül is jól van. Bármilyen furcsa, ha van abszolút igazság, most kérem, hogy fogadjátok el, akkor azt is fogadjátok, hogy egyáltalán nem érdekli az emberi történelem. És az a mi egónknak egy brutális tévedés, hogy azt hiszük, hogy Isten a gondolkodását hozzánk igazítja. A leghatalmasabb tévedés, ami létezik, mert ha van abszolút igazság, akkor mintha az embernek kéne a gondolkodását hozzáigazítania, tehát mindig az alsónak kéne a fölfelé törekednie, azzal nem megyünk sokra, hogy a legfelsőbb feladja a saját pozícióját, és pont olyan lesz, mint mi.
Tehát szükséges, hogy egy kicsit emeljük a tudatunkat, ezt meg azzal tudjuk kezdeni, hogy gondoljátok végig, ha elfogadjátok, hogy van abszolút igazság, akkor azzal azt is kimondhat, hogy te is beletartozol. Kérdezem, hogy egyek vagyunk ebbe a gondolatban. Erre mondják szanszkrit nyelven ősidők óta, hogy az abszolút igazság a Brahman, biztos emlékeztek erre a fogalomra, mert múltkor is beszéltünk erről. Másrészt pedig ennek a Brahmannak vagy abszolútnak a benned helyhez kötött aspektusát hívják úgy, hogy átman. Néha léleknek fordítják, én jobban szeretem azt mondjuk, amit a Baktai Ervin fordított először, hogy önvaló. Ezt a szót ő találta ki. Ugye énvaló vagy önvaló, vagyis a leglényegesebb örökkévaló rész, ami nem semmisül meg a halállal és benned lakozik. Remélem, hogy nem vagyok túlságosan bonyolult, de magyarul is el tudjuk mondani, hogyha van abszolút igazság, akkor te, mint ember is része vagy az abszolút igazságnak. Vizsgáljuk meg, nem bonyolult, hogyha van abszolút igazság, le tudjuk-e írni emberi módon, hogy mi kell, hogy jellemezze. Az egyik, hogy nem halhat meg soha, nem? Mert ha meghal az abszolút igazság, akkor nem mondhatod rá, hogy abszolút. Mivel a nyugati gondolkodás azt hiszi, hogy minden elpusztul és megsemmisül, ezért a nyugati gondolkodásban, kultúrában vagy filozófiában, ha még egyáltalán van olyan, lényegileg csak relatív igazságok vannak. Tehát ha minden átalakul vagy minden megsemmisül nyugati felfogásában élünk, ez borzasztó. Tehát ettől ennyire anarchikus és kaotikus az európai élet, hogy a tudománynak az a veszőparipája, hogy igyekszik megcáfolni a másik tételét vagy állítását, és ezt nevezi fejlődésnek. Holott ahhoz, hogy előre haladjunk, kéne valamilyen nyugalmat elérni. Nem tudom, hogy ez követ. Ha nincs bennem nyugalom, nem lesz bennem valódi tudás soha. Tehát egy zaklatott elme, egy állandóan forrongó, elégedetlen értelem alkalmatlan arra, hogy egy stabil fixpontot találjon magába. Tehát ezért kértem tőletek, hogy gondolkodjunk úgy, hogy van abszolút igazság, tegyük fel, és nyilvánvaló, hogy akkor az egyéni ember is ebbe beletartozik. És erre használnak két fogalmat a ősidők óta szanszkritjában, hogy Brahman, mint abszolút, és átman, mint benned lévő önvaló, aki ezzel az abszolúttal kapcsolatban van. Na, mit is mondott ez az előbb felsorolt, vagy szavanként lefordított kis szutra? Azt mondja, hogy önmagán meditál. Vagyis itt valami óriási probléma van. A legfelsőbb Brahman sohasem felejt el engem vagy téged, hiszen önmagán meditál. Tehát az átmanról, aki te vagy, most is tudatos. Akkor mi lehet a probléma, hogy én, mint ember, nem vagyok tudatos, nem csak hogy az abszolútról, de még arról sem, hogy én valójában egy halhatatlan lény vagyok. Követhető idáig? Nem kell, hogy elfogadjátok, csak az elvek mentén. Mert ezt majd mindenki maga végigjárja. Ha valaki ezt megérti, abban a pillanatban más ember lett. Mondhatjuk, hogy újjászületett. Úgy is ilyek, hogy kétszer született. Mert megérteni, hogy én lényegileg egy halhatatlan lény vagyok, ugye az abszolútnak ez az első aspektusa, ez azt jelenti, hogy egészen más bátorsággal, teljesen másként tervezem az életemet. Elhiszitek? Tehát ha arra gondolok, hogy egy mulandó, egyszer élő lény vagyok, akkor az életem kompromisszumok, megalkuvások sorozata, és csupa ideiglenes örömöm van, csupa olyan dologgal foglalkozom, ami az itt és mostban nagyjából élvezhető vagy felhalmozható. Nyugodtan hívhatnánk ilyen pocok kultúrának is a nyugati civilizációt, hogy mindenki visszahúzódik a kis odujába, és akkor igyekszik felhalmozni élvezhető dolgokat, és retteg attól, hogy jön a halál, és akkor csak a mogyoróhéj marad. Szóval teljesen más ember az, aki végig gondolja, hogy nem arról van szó, hogy az abszolút akarja megismerni, hogy milyen embernek lenni. Ugye? Tehát nem az ember igyekszik megismerni Istent, bármilyen furcsa, hanem az Isten vagy Brahman egyik keftelése, hogy igyekszik kipróbálni, hogy milyen embernek lenni. Követhető ez? Ez fordítva van. Ez az emberi ego. Annyira fontosnak hisszük magunkat, hogy a vallásunk is ezt tükrözi. Tehát természetesen a jó Isten semmi mással nem fordul, csak az emberrel. Mindig az ember jár az eszében. Hálából az ember soha nem gondol Istenre, mert ő a szülő majd intézi a dolgokat. Egyébként is meg vagyunk váltva, minden rendben van, de ha körbenézünk a világban, vagy a magánéletünkben, mintha nem egészen ezt tükröznék a mindennapok. Most elég csak egy híradót megnézni, és elképzelem, hogy egy félisten, mondjuk Indra lejön, és azt mondom, nézel velem egy híradót? Valami mennyei bolygóról, és azt mondja, persze, nézzünk egyet. Hát rettegés jön rá, pedig halhatatlan, ugye a mitológiában. Ti így éltek? Tehát 20 perc múlva azt mondja, hogy nem hiszi el, hogy hova keveredett. És miért fog megdöbbenni? Nem azért, mert így élünk, hanem hogy gondolkodó lényként beletörődünk abba, hogy így élünk. Ez ettől fájdalmas,
hogy mi valójában, mivel lelkünk van, gondolkodó lények vagyunk, megkülönböztető értelemmel bíró lények, és ezt csináljuk egymással, egyébként önmagunkkal is. Ez egy fejlettebb lénynek, aki nincs illúzióban, nagyon fáj, és nem érti. Tehát ki kéne nyomoznunk, hogy mi okozza ezt a fajta folyamatos fájdalmat, szenvedést és bukást. És egyetlen egy dolog okozza, hogy azt hiszük, hogy halandók vagyunk. Emiatt azonosulunk a valóban halandó testünkkel, és az egész élet célját a testtel kapcsolatos dolgokban határozzuk meg. A minimum eredmény, hogy sosem érsz rá. Nem tudom, hogy ismertek-e embereket, akik igazából nem veszik észre, hogy egész életükben csak dolgoznak. De tényleg, becsületes, klassz emberek, tehát nem, ezt nem negatívan mondom, valaki még a munkáig sem jutott el. Most majdnem mondtam, hogy merre jártunk a múlt héten, de nem mondom. Szóval az egy nagyon komoly dolog, hogy valaki szorgalmas, tevékeny dolgozik, eltartja a családját, az egy rendkívül komoly dolog a mai világban. De mégis egyfajta becsapottság van benne, hogy van a mesében, hogy a csacsi orra lett lóg a répa, és elhúzatják vele ugye a szekeret, de nem veszük észre, hogy az egész életünket ellopja a munka, és az a nagyon-nagyon csekély gyönyör, ami étel, szexualitás, mit tudom én, rengeteg dologban azért ez tény, mert azért kell, hogy vonzó legyen, különben hamar megvilágosodnánk. Tehát azért elég, nem így van, tehát hogyha annyira így lehetne mondani, hogy akkor ültőhelyünkben leráznánk magunkról az illúziót, de azért elég jól meg van tervezve ez a testet körülvevő anyagi világ. Tehát nem olyan, őszintén szóval nem volna szenvedés, semmi nem kényszerítene bennünket fejlődésre. Tehát ez egy szomorú dolog, hogy van az a mondás, hogy más kár, hogy van az saját kárán tanul a paraszt? De én azt mondanám, hogy más kárán tanuljon, még az is fejlettebb szint. Tehát miért kell megvárni? Nem még az ember a saját kárán tanult. Szenvedés azt jelenti, túl sokáig vártunk, az értelmünk lemaradt a problémával szemben. Tehát Szászonnak is egy a vége, hogy két ember típus van döntően, nagyon fogy az egyik, tehát ezt újra kéne generálni, ezt a gondolkodásmódot. Az egyik tudja magáról, hogy halhatatlan. Ez nem azt jelenti, hogy már megvilágosodott, de a szemébe megjelenik a fény, az élete. Figyeljétek meg, hogy ezt elfogadod, egész belenézel a tükörbe, és nem ismersz magadra jó értelemben. Van értelme mindennek, egészen másként tervezed a jövődet, másként gondolsz emberekre, például az önzetlenségre vagy a szeretetre. Hát ha halhatatlan vagy, igazából akkor csak a szeretetnek van értelme. Nem? A támogató, felemelő, másokat segítő szeretetnek. Úgyhogy ami hozzád is visszaérkezik természetesen. Tehát ez mindennek az alapja. A szeretet az egyik tévéműsorban, élőadásban rám szóltak, hogy miért használok ilyen elcsépelt és idejűt mód szavakat, hogy pozitivitás, meg tudat, meg szeretet, hogy kit érdekel ez már. Hát azt mondtam, hogy hát azt látom, hogy téged nem. Ugye? De hát mi van ennél fontosabb, nem? Hogy az ember, hogy lehet valaki a szeretet embere, ha nem tudatos? Például a lélekről, vagy az abszolútról. Nem látom be, hogy tud valaki szeretni, ha még a tudatosság modernebből, mondják ezt jelenlétnek is, biztos is. Tehát ha nem vagyok itt, azt se tudom, hogy ki vagyok, azt se tudom, hogy hol vagyok. Hogy lehetne a szeretetnek nevezni? Tehát és a pozitivitás, hát ha tele vagyok kesergéssel, kilátástalansággal, néha emberekkel szörnyű találkozni, ugye, szervusz, hogy vagy? Ez a legrosszabb kérdés, amit feltehettél neki. Ugye, hogy ismerős? És 25 percig hallgatod, hogy miért borzasztó az élet. És nem is, nincs kedved néha azt mondani, és mit teszel ez ellen? Tehát mikor gondolkodtál azon, hogy másként is lehetne élni, ugye? Szóval ez az egyik része, az abszolútról beszélünk, hogy eldönteni. A szanszkrit azt mondja, hogy szat, tehát örökkévaló, vagy aszat. Magyar nyelven csak ez az utolsó szó maradt meg, amikor megfonjad egy gyümölcs, akkor még mondjuk rá. De valamiért a szavaink egyik fele eltűnt az elmúlt 1000 év alatt. Úgyhogy például mondjuk, hogy kicsi, de miért nem mondjuk, hogy nacsi? Tehát nekem olyan furcsa, hogy akkor logikus lenne, hogy lenne egy ilyen szó is. Hát ez a humor, ha nem tetszik, ezt majd kiszedjük a de szóval, tehát a Brahman, az abszolút igazság, mivel benned és bennem jelen van, folyamatosan meditál ezen, abszolút tudatos arról, hogy te ki vagy. Mert az ember az nem más, mint az abszolútnak egy kalandja. Nagyon lényeges. Tehát azt a létformát azért hozta létre, amit úgy hívunk, hogy ember, mert abban tapasztalni akarja önmagát, a küzdelmeit, a fájdalmát, a sikereit, a stb. Nagyobb hibát az ember nem tud elkövetni annál, mint hogy nem nyomozza, hogy honnan jön, hogy kicsoda.
Tehát, hogyha szeretnénk elérni a halhatatlanságot, a legkomolyabban mondva, hamar rájövünk arra, hogy mire volna ehhez szükség. Hát az abszolút következő tulajdonságára, az előbb már előttem a poént, az pedig a tudatosság. Csak egy olyan lény lehet halhatatlan, aki tökéletesen tudatos, hiszen tökéletes tudatossága azt jelenti nem a múltban, nem a jövőben, hanem az állandósult jelenben. Igen ám, de az állandósult jelen az a végtelen időt jelenti, szanszkritjeben ananta, tehát határtalan, vagyis aki tökéletesen tudatos, az nem lehet halandó. Nem? Ha az örök időben vagy, és ez már egy picit fizika, én tudom, de már Einstein feszegette ezt a téridő kérdést, hogyha te az örök jelenben vagy, nem szentimentálisan, mert tényleg, mint tökéletes tudatossággal bíró lény, és ez a meditáció lényege, hogy a tökéletes tudatosság állapotába kerül, nem? Abban a pillanatban értelmezhetetlen a mulandóság. Miért fontos ezt megérteni? Mert most jövünk rá mire, hogy az abszolút igazság tudati természetű. Nem energia, nem anyag, még csak nem is energia, hanem tudati természetű. Ez azért nagyon fontos, mert az európai vallásosságban, vagy a zsidó-keresztény világban, de az arabokat is ide sorolhatjuk, az iszlámot, van egy nagyon súlyos tévedés, ezt én vállalom, nevezetesen az, hogy még a feltámadást is a testtel kapcsolják össze. Emiatt az emberek lelki gyakorlatából kiveszett az a módszer, hogy még mielőtt meghal a testük, rájöjjenek, hogy nem a testük. Ez követhető így? Hát ha valaki nem éli át, hogy nem a test az éne, hanem egy tőle teljesen független, változatlan, transzcendens tudat, ha ez követhető így elsőre, akkor végig azt fogja gondolni, hogy a gondolkodás és érzőképesség ugyan halhatatlan, de csak a testi formával együtt értelmezhető. Így a három nagy vallás követői van, aki már évezredek óta várja a feltámadást, és fogy ki a hitből, mert értelmezhetetlen, mert nem valósul meg. Az, hogy valaki legyőzte a halált testi értelemben is, például Krisztus, az nem ugyanaz a föltámadás, mint ami nekünk van kínálva. Az egy másik előadás témája lenne, hogy kicsoda az a lény, aki soha nincsen illúzióban. Nem tudom, hogy érthető. Egy mondatot azért beszéljünk róla. Képzeljünk el egy lényt, aki nem sorstól vagy karmától sújtva ölti fel az emberi létformát, hanem azért jön, hogy segítsen. Vagyis eredendően halhatatlan, mindig tökéletesen tudatos, és mivel tudati természetű lény, bármilyen emberi formát felölthet. Nem tudom, hogy érthető-e. A tudat az antianyagú, antienergia. A tudat az nem energia, a tudat az nem anyag. Ezt nagyon nehéz megérteni. Ezért, ha akar, egy atomba is meg tud jelenni, egy emberbe is, egy egész bolygórendszerbe. Tehát a tudat lényegileg inkább azt kéne mondani róla, hogy mindenhova elterjed. És nincs is más a világegyetemben, csak az ő tudatossága. Tehát mi a mi problémánk? Elvesztettük a szutrát, a fonalat, hogy lehetünk tudatosak. Rengeteget tanulunk, számított. Látszik az európai emberen, mondjuk ugye a nyugatin, hogy jó úton jár. Most olyan klassz, én is így ócsárolhatnám, de jók a jelek. Tehát az, hogy ennyire nagy kultusza van az értelemnek, számítógépek, ilyen jellegű IT technológiák, a digitális valami, az azt jelzi, hogy küszködik önmagával, de nem érti, hogy nem az értelem fogja elhozni az örökké valóságot, hanem az értelem meghaladása, mert még az értelem is anyagi. Még a gondolkodás is anyagi. Ez követhető így? Hát valami, ami anyagból és energiából van, például az emberi agy, az szerezhet fogalmakat az abszolútról, de hogy érthetné meg, mikor az abszolútnak a terméke? Nem? Van egy ilyen indiai mondás egy Upanishadban, hogy a szem nem láthat az elmébe. Csak azt láthatja, amire az agy parancsot ad neki. Nem? Ide fordítom a fejem, akkor téged látlak, te engem látsz. Tehát a szemnek nincs ebben, a szemnek nincs hatalma eldönteni, hogy mivel foglalkozik, sőt, még a látvány kiértékelése is az agyban történik. Ehhez hasonlóan, mi, amíg nem valósítjuk meg az átmant, a bennünk lévő transzcendenst, és az eszünkkel akarunk mindent tudni, ez a nyugati filozófia legnagyobb reménye. Tehát azt gondolja, hogy a világegyetemben csak olyan dolgok léteznek, amit az emberi értelem képes felfedezni és megérteni. Gigantikus tévedés. Az abszolút igazságot valamilyen szintig meg lehet érteni. Emlékeztek, ezt hívtuk Jána jógának, Kecskeméten is a tudás jógájának. De alapvetően azért választottam ezt a sort, hogy önmagán meditál, mert a meditáció az magasabb rendű tudati művelet, mint a gondolkodás. Meditáció pont arra való, hogy ami már felfoghatatlan, de egyébként megalapozottan el tudom fogadni, hogy léteznie kell,
azzal egyé akarok válni. Követhető ez? Van a meditáló, van egy meditációs módszer, és van, amin meditálunk. Akkor mondjuk sikeresnek a meditációt, hogyha ez a három egybeolvad. Kérdezem én, ha én még mindig töprengek, igaz? Nem igaz? Akkor ez nem lehet meditáció, hiszen még mindig az értelem zsákutcájában vagyok. Tehát ha nem tudom, kitanított már kisgyermeket úszni, és általában le kell küzdeni azt a pánikállapotot, hogy apu megszokta, a kisgyerek megszokta, hogy apu tartja a hasánál fogva a vízen, emlékeztek, és akkor kis béka ott mozog, és teljes. És el kell érni, hogy ne is vegye észre, hogy már nem tartod. Mit fog csinálni először, amikor észreveszi? Úgy érzi, pedig már ment az előbb, simán lebegett, tökéletes állapotban volt, de mikor észreveszi, hogy nem tartja senki, akkor úgy érzi, hogy meg kell fulladnia. Nagyon kevesen tudnak emiatt meditálni, mert állandóan akarják az értelemnek ezt a stabilizáló, mind egész életünkben az értelmünkre támaszkodunk. És azt fölfogni, hogy még ez is akadály, mert van valaki, aki magasabb, tisztább, mint az emberi értelem, ugye? Ez borzasztó nehéz. Tehát kevesen tudnak úszni relatíve. Indiában minket mindig megtapsoltak, ha ugrattunk egy fejest a Gangesbe. Sose értettem, hogy miért. Kiderült, hogy az egész falu nem tudott úszni. Benne vannak nyakik, reggeltől estig ott fürdenek a melegbe, de általában véve nem tudnak úszni. Úgyhogy oda megy egy fehér ember, úrik egy jó nagy fejest, és ó, mint a cirkusz lenne, ott állnak, és mondják, ó, namaskar, nagyon igen. Úgyhogy ezért vannak ezek a hírek, biztos, hogy felborult egy csónak, és meghalnak 20. Nem, mindig, ugye ezeken a elég ócska járműveken, hát óriási a szegénység. Mindenki megfullad. És én is átkeltem többször is, mondom, nem logikus. És ott mondták, mi nem tudunk úszni. Tehát egyszerűen, és az ember csak döbbenten ül, hogy igazából ki lehetne úszni a partra, tehát nem egy lehetetlen vállalkozás, de hát ha nem tanulta meg, akkor nem fog tudni kiúszni. Úgyhogy van egy harmadik kategória, hogyha elgondoljuk, hogy mi az abszolút igazság vagy Brahman, ugye két dolognál tartunk most, az egyik, hogy örökkévaló, a másik, hogy tökéletesen tudatos, ezt megbeszéltük, de az abszolút létezésének nem az ad értelmet, hogy valaki örökkévaló vagy tudatos, hanem mi ad értelmet, hogy boldog. Minden intelligens lény egyetlen észszerű törekvése, hogy a boldogságra törekszik. Ezt hívják szanszkrit nyelven ánandának. Tehát meg is tudtuk, egyáltalán nem leírhatatlan az abszolút, tudjuk róla, hogy halhatatlan, ugye szat. Tudjuk róla, hogy tökéletes jelenben lévő tudatossággal bír ez a csitt, és most egy szóval leírtuk, hogy nincs értelme a létezésnek, hogyha az nem boldogságot jelent. Ezért nem jó bírálni vagy kritizálni az embereket, hogy például érzékkielégítő életet él, vagy ilyen szenvedélye van, meg olyan, mert nincs olyan lény a Földön sem, de más bolygón sem, akinek ha esze van, valamilyen intelligenciája, az ne keresné a boldogságot. És hát valaki a rántott húsba találja meg, más egy szép filmben, a harmadik egy zenében, felsorolni is lehetetlen, és kimutathatóan van egy fejlődés, hogy amilyen dolgot tartunk szépnek, erről is volt már szó Kecskeméten, ahogy fokozódik bennünk a kultúrán belül, hogy mit tartunk szépnek, valójában úgy haladunk a saját lelkünk felé, egyszerűen azért, mert a léleknél, az abszolútnál, vagy Istennél, vagy Brahmannál nincsen szebb és tökéletesebb. Egyszerűen azt mondhatnánk, hogy a Brahman annyira finom, vagy az Istenség szép magyar nyelvünkön annyira tökéletes, hogy egyetlen fegyvert vett be az emberrel szemben, hogy kicsalja ebből a testbe zárt, halált váró, furcsa és önző gondolkodásmódból, hogy mindig a szépséggel csábít. Különben mi értelme egy gyönyörű napfelkeltének, nem? Mi értelme ennyi gyönyörű virágnak? Vagy egyáltalán a természet, mint olyan, amikor az ember nem nyúl bele, persze, ez egy lényeges dolog, hogy mi értelme a csillagos égnek, a holdnak. Tehát az ember ezt végig gondolja, filozófusként könnyű rájönni, hogy valaki mutat egy természetet, és azt akarja mondani, hogy hát valamit látsz így belőlem, és én vagyok az, aki ezt létrehoztam, vagyis a természet szépsége mögött egy még szebb valaki létezik, vagy valami, mert ezt személytelenként is fel lehet fogni. Kérdezem, hogy követhető-e idáig. Tehát az anyagi teremtésnek nem az a célja, hogy elleplezze az abszolútat, hanem észre kéne venni pont, hogy így tud megnyilvánulni. Tehát azzal, hogy gyönyörű egy óceán, nem akarom most előről kezdeni, voltaképpen átélhetjük, hogy hát ha valakinek a természete ennyire szép, akkor milyen lehet a tudata? Ugye ez egy hallatlanul fontos dolog.
Tehát a magyar nyelv szintén zseniális, mert ha azt mondod, hogy természet, vagy valakinek a természete, hát benne van, hogy az valakihez kell, hogy tartozzon, nem? És úgy hívjuk a teremtett világot, hogy természet. Hát ott van, kiből ki a szemünket, hogy ez csak is valakinek a természete lehet, nem? És persze a sötét oldal is igaz, hogy ha van abszolút igazság, el kell ismerni, hogy a gyűlölet, a hazugság, a csalás, a gyilkosság, az undorító, ocsmány dolgok úgy tűnik, hogy ugyanúgy az abszolútba beletartoznak. Tehát ez is a természet része, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy abszolút, akkor sajnos nem tagadhatjuk ki a gonoszság dolgait sem belőle. Ez óriási problémát okoz vallásos embereknek. Amerikai szájtokon vannak ilyen képek, hogy Krisztus a sátánnal szkánderezik és éppen lenyomja, halálkom olyan több vált. Egészen döbbenetes koncepciók vannak, ami azért súlyos dolog, mert más oka van a sötétség jelenlétének. Gondoljunk bele, hogy egy lény tökéletes, vagyis a szeretetében is az. És ott a hasonlat kedvéért valójában a legfelsőbb szinten nézve, ő a mi atyánk, ahogy Krisztus az imát is elnevezte. Ugye? Sőt, azt mondta, hogy én és az atya egyek vagyunk. Gondoljuk végig. Van egy ilyen tökéletes lény, és vagyunk mi fiai és lányai. Mi a helyzete egy ilyen lénynek, amikor rajtunk segíteni akar? Erővel is meggyőzhetne arról, hogy az ő útját járjuk. Ezt nem nevezhetjük szeretetnek, gondoljatok bele, nem? Még a saját gyerekemmel sem csinálom, hogy erővel fogadjon szót. Nekem is van már két felnőtt, de nem ez a módszer, hanem rávezetett, hogy valami miért szép, miért értékes, az akkor az ő kalandja lesz. Akkor nem, azt ő értékelni fogja, azért akar olyan ember lenni, mert például legutóbb láttam egy beszélgetést, pihenésképpen elmondom, aminek az volt a lényege, hogy egy fiatal pszichológus nőre azt mondták, hogy azért nem hallgatja meg a falu, kiköltözött vidékre, hogy támogasson embereket, projekteket, feladta a főváros életét, és egyébként nem panaszképpen, csak tárgyilag, hanem nagyon nehezen halad, mert nem akarnak bekapcsolódni az egyébként szép és tartalmas elképzelésekbe. Nem, és akkor azzal vádolták, hogy nincs benned elég erő, meg karizma. Ránéztem a fiatal nőre, csillogott a szeme, iszonyat intelligens volt, sugárzott belőle az életerő. Mondom, miket beszéltek? Mondom, neked, mondtam a hölgynek, nem ez a problémád, hanem arra nem jöttél még rá, hogy emberek csak a saját terveiket és álmaikat szeretik követni. Érthető ez? Mindaddig, amíg úgy mutatod be, hogy ez az én álmom és én tervem, és te szállj be, és ebben csinálj valamit, tudjátok, ez a fogjuk meg és vigyétek, addig ez senkit nem érdekel. Nem? És abban a pillanatban, amikor el tudod mondani, hogy ez minden embert érint, hogy ez neked, gondolj bele, ugyanolyan fontos, mint nekem, akkor közösség keletkezik. És akik érintve érzik magukat ezekben a dolgokban, azok társulszegődnek hozzánk. Valójában mindenki magán dolgozik a saját fejlődésén, de ha a példa érthető, legalábbis remélem, akkor az egy művészet, hogy be tud vonni a másik embert, mert egónk is van, erről még nem beszéltünk. És az ego azt jelenti, én azt szeretem csinálni, amit én találtam ki. Ezért után mindenki katonának menni, el is törölték, mert ki, nem tudom, az urak közül ki volt még katona, vagy aki valaha fegyveres testületnél szolgált, vagy dolgozik, ott van egy nagyon komoly kihívás, hogy van egy parancsnokod, vagy több is. És az azt mondja, hogy ezt kell csinálni. Van, aki ettől öngyilkos lett. Nem túlzok. Egyszerűen az a pszichéje számára az a körülmény, hogy neki megmondják, hogy mit kell tenni, az felfoghatatlan volt. És van ez a liberális nyugat, és mindenki a szélrózsa minden irányában azt csinál, amit akar. Szabadnak hiszi magát, miközben az érzékeit követi. Tehát nagyobb rabság annál, hogy az ember semmi más nem csinál, csak az érzékeihez kapcsolódó tárgyakat keresi élvezet céljából, és még szabad embernek is hiszi magát, hát az illúzió úgy hívjuk, hogy májá, hát az röhög a markába. Hát még az elejét sem kell megfeszíteni a nyugati emberrel szemben, annyira ránk zárult a csapda. Úgyhogy érdemes odafigyelni az egónak a lényege, hogy én velem történjen, én találom ki, én akarom, én, és borzasztó erős a nyugati ego. Indiába elmész, megdöbbentő a különbség. Konstruktívak, valóban összeállnak, kicsit már nőiesen. Tehát egyébként ugye ott az anya istennő imádói a keleti emberek, mi inkább, és ilyen hold elvű világban, mi inkább a nap, ami mindig ego, mindig önállóság, mindig egyéniség, ugye.
Tehát hallatlan nehéz nyugaton bármilyen dologra embereket mozgósítani, mert arra vannak trenírozva, hogy én, mint individum. Bemész egy cipőboltba, 61 éves vagy, 18 éves és 2 hetes a lány. Csávó, csocsi, miben segíthetek? Szevasz. Ezért, tehát igaz, hogy már lassan az unokám lehetne, teljesen természetes, hogy eleinte még büszke voltam rá, hogy ennyire fiatalnak látszom, biztos, hogy ez bevesz a csapatba. Aztán kezdtem gondolkozni, hogy ez még 20 éve is megdöbbentő lett volna. Hogy... Szóval nagyon érdekes, hogy, tehát ez a koncepció. Holott van különbség, lelki hierarchiában is, anyagiban is, mindig is lesz különbség az emberek között. Úgy értem, hogy azt tud fejlődni, aki képes arra, hogy tisztelje a másik embert. Tehát ha ez sem megy, akkor borzasztó nehéz lesz előre haladni. Szóval foglaljuk össze ezt a következő versben. Ha valaki nem létezőként ismeri a Brahmant, nem létező lesz maga is. Tehát a Taittiriya Upanishad azt mondja, ha valaki azt gondolja, hogy nincs abszolút igazság, most modern nyelven, azzal azt mondta ki magáról, hogy egy halandó lény. Tehát nem csak az a tragikus a nyugati gondolkodásban, hogy azt mondja, hogy nincs Isten, vagy Nietzsche nyelvén szólva ugye meghalt, mi öltük meg, egy nagyon érdekes előadást lehetne ebből is kerekíteni. Jól látta, csak nem értette, hogy ha Istenről beszélünk, akkor nem tudjuk megölni. Tehát itt egy nagyon komoly probléma van. Tehát ha Isten megölhető, akkor ő nem az abszolút igazság. Tehát rendkívül nagy a zavar még a magas szintű gondolkodók között is. Ám ha a Brahmant létezőként ismeri, akkor maga is létező lesz. Tehát ha csak annyit állít az ember a gondolkodáson, és még semmit nem kellett csinálnia, hogy komolyan veszi azt, hogy lennie kell abszolút igazságnak, egyszerűen nem tudok beletörődni abba, hogy van néhány évtizednyi életem, ugye, fájdalommal, gyönyörrel, élvezettel, bánattal, stb., és egyszer csak így kipottyanok, mert a testem nem bírja tovább. Ez olyan szinten nem logikus, és annyira nem méltó az emberhez, magához, a gondolkodáshoz. Nem? Vizsgáljuk meg, ugye Newton óta tudjuk, most már a tömeg megmaradásnak hívják, emlékeztek, energia megmaradás, hogy nem vész el, csak átalakul. És nem vizsgáljuk, hogy a legszentebb dolog a világban a tudat. Nem jut eszünkbe, hogy mégiscsak valahonnan jönnie kell, bennem tartózkodik, és világos, hogy tart valahová. Hát miért pont a tudatra nem igaz ez a törvény? Egyek vagyunk ebben? Teljesen logikátlan azt gondolni, hogy az egész Föld legesszenciálisabb, ami alakítja a világunkat, ami létrehozza a verseket, a zenét, a technológiát, a szeretetet, stb., hogy ez csak úgy, imádom az evolúciónak ezt a tételét, igen, hogy van egy nagy leves, aminósavakkal, meg aztán amőba, meg stb., néhány milliárd év alatt, ugye, mert ez ilyen nagy számokat mondunk, akkor nem kell gondolkozni, és ez csak itt egy ilyen összetett gondolkodó ember. És betiltják a fordított gondolkodást, nem tán egy felsőbb rendű hozza létre az alacsonyabb rendűt? Nem lehet, hogy egy tökéletes tudat különböző szinteken működik. Ugye egyébként Shakti Parinámának hívják Indiában, hogy a legfelsőbb saktia, vagy energiája, Parináma különböző szinteken megnyilvánul. De például egy sejemhernyó az eperlevéről lesz tudatos. Neki hiába mondott, hogy relativitás elmélet. Nem. Fog menni az én, nem tud vele mit kezdeni, ugye? Szóval ugyanígy az ember hihetetlenül azt hiszi, hogy a legtökéletesebb lény, pláne Darwin óta, igen megdöbbenne, ha egyszer is láthatna egy ember feletti lényt, hogy milyen szinten gondolkodik, hogyan szeret, és mit jelent halhatatlannak lenni. Nagyon-nagyon ránk verne, és megszégyenítene bennünket egy ilyen lény. Az a szerencsénk, hogy a tökéletes szeretet az nem büntet. És hát itt tartottunk, hogy a legfelsőbbnek nem marad más eszköze, mint Brahmannak, mint hogy türelmesen a szépségével csábít, és azért van gonoszság, mert választhatunk. Nem tudom, hogy követhető-e. Kénytelen volt a fény és a sötét között határvonalat húzni. Most idézem a Bhagavad Gitát, van benne egy ilyen vers, hogy a legfelsőbb lény, Paramátmának hívják szanszkrit nyelven, Szentlélek a keresztény felfogásban, ha így érthető, nem vállalja magára senki jámbor vagy bűnös tetteit, hanem mindenkit a saját vágyai jelleme szerint foglalkoztat, ezért, ha valaki akar, a mennyei világok felé fejlődhet, ha valaki pedig akar, a legsötétebb pokoli dimenziók felé, a szenvedés irányába tarthat. De ennek az a lényege, hogy ezt az ember dönti el, hogy mi akar lenni. Magyarul a szeretet mindig azt jelenti, hogy a választás szabadsága, emlékeztek, Kecskeméten itt hagytuk abba, ez volt a címe az előző előadásnak,
hogy a választás szabadsága azt jelenti, hogy döntően a kettő között választhatunk. De ez az ember döntés, minden életünk tele van válaszúttal, választási lehetőséggel. Ha nincsen lelki tudás a társadalomban, az emberek azt sem tudják, az új fiatal felnőttek, hogy választhatnak valami között. Már senki nem beszél nekik arról, hogy pedig lehetne választani, hogy nem csak a halál kultúrája van, és közben egy kis érzékkielégítés, hanem van a transzcendencia is. Úgyhogy végül felismeri, hogy az ánandamaja, vagy boldogság, a testet öltött átman kifinomult lényege, vagyis a tiéd. Az átmanról, ha emlékeztek, azt mondtuk az imént, hogy a Brahmannak, az abszolútnak az emberben helyhez kötött aspektusa, ugye a lélek. Ennek a bennünk lévő léleknek az alaptermészete az ánanda, tehát a végtelen vagy hatalmas gyönyör vagy boldogság, ezért amíg utolsót szusszanunk, minden emberben megvan a vágy, hogy harmonikusabb, boldogabb életet éljen. Itt nekünk ami fáj, hogy abban nem kapunk segítséget, ilyen-olyan baloldali kultúrák, ne inkább civilizációk, ne, aki az én korosztályom úgy hívtuk, hogy kommunizmus, emlékeztek rá. Most egyébként a liberalizmus nem veszik észre a fiatalok, hogy a liberalizmus az a kommunizmus legfelsőbb foka. Egyszerűen csak átöltöztek, nyakkendőt kötöttek, nem látják át a fiatal értelmiségiek, pont a gondolkodó, éppen most felnövő modern eszközöket használó fiatalok nem látják át, hogy csapdába kerültek. Annyira progresszív, annyira haladónak adja el magát, és közben olyan mérhetetlenül kifinomult pókháló, hogy az elmondhatatlan. Hát egy magas civilizációt, mondjuk azt mondjuk, hogy kereszténység, először is végig kéne gondolni, hogy ezt mindig egy személy generálja, méghozzá Krisztus, aki nem egy ember. Ha azt mondjuk Indiában, ha más nem, azt mondjuk buddhizmus, kiderül, hogy egy rendkívül lény generálta. Úgy hívták Buddha, nem? Vagy lehetne mondani Rámát, Krisnát, Zarathustrát, tehát a világban. Ezek a mindig, amikor magas kultúra alakul ki, és visszabontjuk, hogy ez honnan ered, azt találjuk, hogy egy rendkívül lény hatott ránk, akkor valamikor, és hiába telnek el évezedek, még mindig hat, még mindig itt van. És azt mondom, Marx Károly, a mi időnkben próbáltál volna meg nevetni a 70-es években, ugye? Most könnyű, mindenki csak mosolyog, mert ez hol van az már. De nekünk ez a valóságunk volt. Meg a piros nyakkendő, meg a nem tudom, kötelező volt őrültnek lenni. És most is kötelező őrültnek lenni, csak úgy találják ki, hogyha kellően őrült vagy, akkor megkapod hozzá a pénzt és az érzékkielégítés lehetőségét. Tehát a Petőfire visszautalva, az egész nyugati élet olyan, hogy énekelhetjük a kutyák dalát, meg a farkasok dalát. És nagyon kevesen vállalják a komfortzónán belül, hogy farkasok lesznek, nem? Hogy van, fázunk és éhezünk, ugye, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Ki akar már így élni, mikor benyomja a tévét, a fiatal fölmegy a Facebookra? Jaj, ne! Tehát inkább nem gondolkozunk, ugye, a pizzafutár meghozza. Tehát ez nagyon-nagyon kívánta. Úgy el vagyunk ringatva, szórakoztatva, hogy minél újabb generáció nő fel, annál gyanútlanabb. Ráadásul soha senki nem kényszerítette őket erőfeszítésre, ezt mi is elszúrtuk, mert mi neveltük fel őket. Tehát ők már nem mentek el nyári szünetbe kukoricát címerezni, kapálni, meg mocsarat csapolni, így aztán nem is tudják, hogy nem fénypostán érkezik a pénz, meg a megélhetés, meg hasonló, mint a mézga családban, ha valaki még emlékszik rá, hanem a szülei kőkeményen megdolgoztak azért, hogy ő most így élhessen. Szóval láthatóan a társadalom alrendszereit is eléri az a gondolkodás, hogy nem is tud másra gondolni, mert nevetségesé van téve az abszolút. Úgyhogy mi ezen próbálunk segíteni. Van két nehézségünk, amikor azt mondjuk, jó, valaki azt mondaná pozitívan nektek, engem érdekel az abszolút igazság, de akkor hogy van az, hogy jó szándékú, becsületes ember létemre eltelt egy csomó évtized, és ebből semmit nem tapasztaltam. És ennek oka van, méghozzá technikai oka, hogy hiányos a megismerő rendszerünk, mivel a testünk valóban relatív. Tehát én például 10 éve nem bírom megszokni, hogy szemüveges lettem, mert fiatal éveimben rendkívül jól láttam. Tehát kifejezetten a katonaságnál is olyan munkakört töltöttem be, ahhoz pont a részleteket. Most meg az ember így, ez most A betű, vagy V betű, vagy mi van, és ez szégyeli magát. Tehát nem?
egyre többször kérdezed meg a feleségedtől, hogy mit is mondtál, édesem? Mondjuk ez néha a helyén való, hogy az ember nem hall mindent, de igaz? Vagy hát valljuk be, vagy úgy forogsz, hogy valami, ez van, hiába szégyeljük. Tehát látszik, hogy az érzékeink még fiatalkorunkban is tökéletlenek, nemhogy ahogy múlik az idő. Ezt hívják úgy, hogy pratyaksa, hogy a közvetlen emberi érzékelés hiányos és tökéletlen. A sas jobban lát, a denevér jobban hal, a gepárd jobban fut, nem is tudom, az elefánt erősebb. És még sorolhatnám, még az állatvilág is lenyom bennünket, ha az érzékeket nézzük. Miben vagyunk különlegesek? Hogy tudunk elvonatkoztatni, és ezt nem használjuk. Nem fedeztük fel, hogy olyan dolgokról is tudunk fogalmat alkotni, ami egyébként fizikailag nincsen. Például azt mondta, hogy Brahman vagy Isten, imádom azt a szót, hogy valaki ateista. Ez egy nyelvészeti bravúr. El is mondom ifjúkorom egyik élményét, kötelező volt erre a Foxy Maxi iskolára járni, tehát minden kinevezéshez kellett ilyen pártgyomrozás, és az oktató elkezdte mondani, hogy Engels dialektikus materializmusa szerint az embernek csak arról lehet fogalma, ami létezik. Hát gyorsan hozzászóltam életemben először, és mondtam neki, Isten lélek. És akkor a fickó összeverte a bokáját, és mondta, hogy hölgyeim és uraim, vége volt az elvtársaknak, a mi hitünk is csak hit a viszontlátásra, és tényleg kisétált. Innen tudtuk, hogy na ezek tényleg a végét járják. Hogy... És miért mondom el ezt a példát? Csak azt lehet tagadni, ami létezik. Tényleg így van. Ugye a teista ugye azt mondja, hogy Isten tagadó, hogy nincs Isten. De egy fikciót nem kell tagadni. Nem? Hát ha bizonyítottan nem létezne Isten, most játszom a szavakkal, azt gondoljuk. Ugyanígy nagy baj van azzal, ha valaki azt mondja, hogy teista. Mert az meg azon kardoskodik, hogy állítja, hogy létezik Isten. És az is probléma, mert ez csak hit. Mindegy, egyik azt hiszi, hogy nincs, követhető a probléma, a másik azt hiszi, hogy van. De egyik sem lép be az igazságba. Aki azt mondja, hogy nincs, nem tudja átélni és bebizonyítani, hogy nincs. Az abszolútban nem lehet kiesni. A másik azt hiszi, hogy van, de egyfolytában egész élete azzal megy el, hogy magát is győzködi, hogy van, így próbál erkölcsösen élni. És óriási támadás alatt van az érzékei révén, és ezzel szemben semmit nem tud oda tenni, csak azt, hogy hisz, meg imádkozik, meg reménykedik, hogy valami újabb erköstelenség nem tríti le az útról. Mi okozza a nehézséget? Az, hogy az a kérdés merül föl, hogy lehetséges-e tapasztalatot szerezni arról, hogy az abszolút van. Tehát létezik-e? Például a kereszténységben is vannak hősök, Avijai Teréz belépett ebbe a dimenzióba. Ha valaki elolvasta a Belső Várkastély című könyvet, vagy ezután teszi, az felfedezheti, hogy mekkora küzdelmet vív azért, hogy ő Krisztussal szemtől szembe találkozzon. El is érte. Tehát ő nem álmodozott róla, meg nem csak hit benne, hanem és tudta is tanítani az oda vezető utat. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát a közvetlen érzékelésünk úgy tűnik, hogy kevés ahhoz, hogy felfogjuk, hogy létezik abszolút igazság. Van egy másik próbálkozásunk, úgyhogy hogy anumána, hogy logikusan következtetve azt mondjuk, hogy létezik. De ismerjük be, hogy a spekuláció sem bizonyítja, hogy van, és ismerjük be, hogy az érzékeink sem tudják bebizonyítani, hogy van. Úgyhogy most neki kell rugaszkodnunk annak a problémakörnek, amit ugye úgy hívunk, hogy Brahman vagy abszolút, hogy hogyan lehetne ezt megközelíteni. Ugye maga az eredeti Brahman, úgyhogy hogy Nirguna Brahman szanszkrit nyelven, azt jelenti, hogy Nirguna, hogy nincsenek jellemzői. Tehát bajban vagyunk, nem tudjuk leírni vagy megragadni emberi érzékekkel, ettől függetlenül mégsem állíthatjuk, hogy nem létezik. Követhető idáig? Hogyha van abszolút igazság, bármilyen furcsa, azt nem anyagi dolgok jellemzik. Miért? Mert ha abszolút, néhány dolgon túl kell, hogy legyen. Az egyik, túl kell, hogy legyen az időn. Azt mondtuk, hogy halhatatlan, emlékeztek? Ha halhatatlan, akkor túl kell, hogy legyen az időn. Nem? Azt mondtuk rá, hogy végtelen, akkor viszont a téren is túl kell lennie. Ez teljesen logikus, mert nem azt kérem, hogy elfogadjátok, csak gondoljunk bele. Ha van abszolút igazság, túl van az időn, és túl van a teren. És ugye mégis valójában úgy nyilvánul meg, mint világegyetem. Egyébként ezt sem tudjuk átfogni az érzékeinkkel, bár már javul a helyzet a műholdak meg az űrhajózás óta. De eddig még, nem tudom, hogy tudjátok, egy körülbelül a második, biztos emlékeztek, a második világháborúig úgy gondolták, hogy egy univerzumban. Hát ez csak pár évtized. Nem olyan régen tudjuk, hogy univerzumból is több van, mint ahány csillag az égen.
Tehát univerzumból. Egyet sem tudunk, a naprendszernek nem jártunk a végére, de egyébként azt mondjuk, nincs abszolút igazság. Ez önmagában is fantasztikus. Tehát a fizikánkhoz képest minden abszolút, akármennyire okosak vagyunk, de nincs abszolút, hanem egy nagy levesből kijött az intelligencia. Nagyon komoly. Úgyhogy valami a világegyetem egy olyan szupramentális tudat megnyilvánulása kell, hogy legyen, ami túl van a téren és az időn. Ezért felfoghatatlan. A kérdés úgy merül föl, hogy azért, mert tulajdonságok nélküli, ez azt jelenti, hogy esélytelen az ember és nem tudja megközelíteni. Egyek vagyunk. A következőkben egy még meredek dolgot szeretnék elmondani nektek, hogy ez az abszolút igazság, ha valóban abszolút, fölteszek egy költői kérdést, amit egyébként óvatosan már az elején megválaszoltam. Ha ez a lény abszolút fel tud ölteni bármilyen formát? Meg tud jelenni bármilyen formában? Ez lényeges. Az ember kénytelen elismerni, nem? Mert hogyha abszolút, akkor a Parányitól a leghatalmasabbig, mint tudat, bárhol képes, hogy megjelenjen. Megteheti tehát, hogy belép az európai, vagy akár a világ történelembe, és megjelenik ott különböző tanítók formájában? Például azt mondjuk, hogy Krisztus. Nem tudom, hogy... És most nem teológián keresztül vezetem le. Van-e esély arra, hogy az abszolút lény egy akár emberi formában is láthatóvá, tapinthatóvá, hallhatóvá, észlelhetővé teszi magát, éppen azért, hogy segítsen az emberi történelemben a saját gyerekének. Befolyásolni erővel nem akar bennünket. Állandóan büntetni nem akar. Hazug, ilyen csalafinta motivációkat egy ilyen tudat nem ved be. Ugyanakkor fáj neki, hogy nem mozdulunk. Nyilvánvaló. Tehát szeretetében, és azzal a képességgel, hogy ő tudati természetű lény, ha abszolút el kell, hogy fogadjuk, legalább lehetőségként, hogy minden erőfeszítés nélkül könnyedén meg tud jelenni. Egy emberi formában is, hogyha akar. Azt mondják a hinduk, hogy amikor ezt megteszi, akkor hívják úgy, hogy Saguna Brahman, vagyis hogy jellemzőkkel bíró lényé válik, és az ember megkapja az esélyt, hogy fölismerheti akár egy másik emberben is a jelenlévő abszolútat. A hinduk avatárnak hívják ezt, nem tudom, hogy ismerős-e ez a fogalom. Úgyhogy az Isten szép nyelvünkön, ugye őstevő, egyébként te is, a régi jelentését boncoljuk, akkor fordítva kell nézni a szót. Tehát Isten azt jelenti, hogy te is, vagyis, hogy mindannyian benne vagyunk. Úgy is mondhatnám, hogy mind én, ugye a minden szavunkban. Az ugyanaz, mint szanszkritul a Brahman. Minden én, és te is. Egyébként tatvam aszi szanszkritul, az ugyanaz, mint magyarul te is. Te is az vagy. Vagyis Isten. Ha újra születnék, akkor nekiállnék a magyar nyelvet. Ugye megcsináltuk a több ezer oldalas szanszkrit magyar szótárt, a végén jutott eszembe, hogy Istenem, meg lehetett volna csinálni a magyar nyelv szakrális értelmező szótárát is, mert mi nem profán nyelvet beszélünk, hanem egy tönkretett nyelvet, egy becsapott, kiforgatott és eltérített őstörténet miatt, ami egy másik gondolkodást, módot igényelne, de a nyelvünk rendkívüli szakrális tartalommal bír. Szóval szép nyelvünkön Isten, mint megnyilvánult Brahman, az voltak éppen az ember által járható ösvény. Nem tudom, hogy követett. Látható, érzékelhető, tanácsai megfogadható, kipróbálja az ember, tényleg úgy van. Ráadásul, mivel emberi formában jön, nagyon közel van hozzánk, tehát érthetővé teszi önmagát. Tehát ez nem feltétlenül saját kútfő, de ősidők óta úgy fogják fel a védikus kultúrában, egyébként Ishvara szanszkrit nyelven, ugye ős úr, ha lefordítjuk a szót, hogy a lényeg, hogy az ember számára nyilvánul meg, befogadható, érthető, szolgálható, követhető. Tehát rengeteg olyan dolgot mondhatunk, hogy az egyébként abszolút megközelíthetetlen és felfoghatatlan valóság, mint egy segítséget nyújt azáltal, hogy olyan megnyilvánulást választ, amifelé akár még az érzelmeimet, például azt mondjuk, hogy Mária Magdolna, biztos emlékeztek az evangéliumi történetekbe. És egészen különleges esélyt kap például az olajjal, amikor ugye megkeni Jézust, hogy nem filozófia, nem különös ilyen intellektuális hőstett, de azáltal, hogy jelen van a legfelsőbb személy, mindenki lehetőséget kap arra, nem, hogy a maga módján szeresse őt. Az egyik érti a tanítást, és követi, és tanító lesz. A másik megtanul gyógyítani. Nem? A harmadik a hajával
dörzsölte a lábát, emlékeztek a történetre. És mindenki fejlődött. Mindenki a maga módján megkapta az esélyt, hogy szerethesse, ezáltal a szeretetté válva a többi embert is szeresse. Mert egyébként ezt a folyamatot indítja be mindig az Isten. Mindig azért jön, hogy valamilyen módon előre kapjon a jó. A cselekvő jóságot hívjuk szeretetnek. Nem? Azt jelenti, feltétel és elvárás nélkül tenni valamit, ami jó a másik embernek. Nem? A jutalom vagy a gyümölcs reménye nélkül, mert egyébként nem szeretet. Az már önzés, ha bármilyen elvárás van az emberben. Szóval azt mondhatjuk az Istenre, szép magyar szavunkra, hogy ő nem más, mint a formával bíró, megközelíthető abszolút. Nem kell, hogy elfogadjátok, csak a fölvetés kedvéért, tehát hogy így vegyük végig. Azt mondja a Patanjali Yoga szutráknak, ami szintén szutra, érdemes figyelni, ezek a tanári kézikönyvek rendkívül fontossággal bírnak, hogy Isvara abszolút, semmi sem korlátozza, benne nyugszik minden tudás magja. Hogy keresztény nyelven is el lehetne mondani, nem? Alfa és omega, emlékeztek? Én vagyok az út, az élet és az igazság. És ezek a szószerintiségen túl azt jelenti, hogy aki meg tudta őt közelíteni, az megértette az életet. Miért jött ide, mi a dolga, hogyan segíthet önmagán, mit tehet a másik emberért. Tehát olyan dolgok nyilvánulnak meg bennünk, amelyek nem újak. Mert azt mondtuk az elején, ha emlékeztek, hogy mi is lelkek vagyunk, önvalók. Tehát valamilyen érintésre volna szükség ahhoz, hogy mi eszerint működjünk. Ez követhető így? Ha valaki segítene, hogy a szívedben lévő abszolút, a saját lelked beinduljon, nem? És hogy a sugárzását, a tudatát ugye, kibocsássa, akkor egész más emberek lennénk. Például van a Bhagavad Gita-ban egy nagyon szép vers, ami azt mondja, hogy miként a nap képes egyedül beragyogni az egész univerzumot, hasonlóan ragyogja be a lélek a tudatsugaraival az ember testét belülről. Na de, amikor nem tudunk erről, sőt, tagadjuk a létezését, hogyan tudna sugározni, nem? Nem oda megy az ember a kis depiző kisgyerekéhez, és hamar megtalálja a módját, hogy a könnyekből nevetés legyen és jó kedv. A szülőknek ezt tudni kell. Így van? Így kell elképzelni. Az abszolút megérkezik egy kókadozó, görnyedező, rossz kedvű, kilátástalan anyagi világban. A jó emberek szenvednek ettől. Tehát látják, hogy él a tömeg, és mondja is a magyar, hogy de nem visz rá a lélek, igaz? És közben mindenki azt akar, és valamiért úgy érzed, hogy nem visz rá a lélek. De még mindig ott marad a kérdés, jó, de akkor hogyan? És ebben marad el a segítség az utóbbi évszázadban különösen, hogy nem szeretném azt csinálni, egyáltalán nem vonzó számomra, és úgy tűnik mégis, hogy nincs más. Na, ez nem igaz. Tehát pont, hogy van más, de kétségtelen, hogy szakértelmet igényel. Tehát ha boncolgatni szeretnénk az érzékelhető abszolútnak a legfinomabb, legfontosabb tulajdonságát, akkor két szóval megfogalmazhatjuk, hogy vigyázat, őt nem korlátozza semmi. Tehát egy tökéletes tudatosságú lény, mi úgy mondjuk egymás közt hindu nyelven, hogy nincsen karmája, nincs emberi vagy anyagi sorsa vagy végzete. Értitek? Nem húzza vissza semmi, nem sóvárok semmi után, mindig önmagában van és teljes. Minket retteltesen megtéveszt, hogyha emberi formát. Az nem úgy van, hogy tegyük fel, van egy varázspálcánk is, bárki kívánságára ott lehet Buddha mellett. Egy csettintés is ott. Biztos, hogy felismernénk benne a királyi hercegben a megvilágosodott az egyik megváltóját az emberiségnek? Nem igaz. Ha meg nem, utólag könnyű, hányan álltak a kereszt körül, és ezek közül hányan tudták, hogy mi történt, és 2000 év után még mindig ki az, aki valamit is sejt ebből az egészből. Látszik az emberiség, hogy elfejteni nem tudja, sőt az Európai Unió mindent megtesz, hogy kiszorítsa az emberi gondolkodásból Krisztus maradékát is. Hát lehet látni, minden év arról szól, hogy jaj, valakinek eszébe ne jusson. Amikor szó van róla, az a tévképzetek tárháza. De ha le akarjuk írni a legfelsőbbet, mint személy, akkor van egy döbbenetes mondat, benne nyugszik minden tudás magja. Van egy szép vers, a szanszkritja is szép. Tadvit hi pranipáténa pariprasnéna szévajá, upadéksianti tégjánom gyáninasztatva darsinaha. Azt mondja, hogy fordulj egy lelki tanítómester, ez úgy próbáld megérteni az igazságot. Ugye? Tudakozódj tőle és szolgáld őt,
A megvilágosodott lélek ugye képes tudásban részesíteni téged, mert ő már látta az igazságot. Tehát egyetlen mód van arra, hogy az ember fejlődjön, hogy elismeri a korlátait, nem pedig azzal a göggel, amit a nyugat csinált, hogy elismerem a korlátaimat, de azon az áron, hogy kimondom, hogy nincs nálam fejlettebb. Nem tudom, hogy érthető-e a dráma. Ez körülbelül a nagynak mondott francia forradalom óta terjedt el ez a gondolkodás. Nemrég megjelent egy francia könyv, hogy a nagy francia forradalom, ami jobb alcím, ami jobb, ha meg sem történt volna. És ez az igazság. Kevés nagyobb baj történt az emberi civilizációban, mint amit annyira felvilágosodás. Van ez a mondásunk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket. Ugye első nézőpontból helyes volt, hogy nem akar tovább bigott dogmatikában, meg a nők megégetése, a tudománytalanság. Sajnos ismerjük be, elképesztő dolgok történtek odáig, tehát jogos volt, hogy a gondolkodó ember azt mondta, na ebből elég volt. Na de az, hogy a gondolkodó ember egy rendszerre vagy egy szervezetre nemet mondott, azzal nem szerzett jogosultságot, hogy azt mondja, hogy nincs abszolút igazság. Nem tudom, hogy érthető a probléma. Tehát tragikus. Pont, hogy más eszközöket kellett volna keresnie. Azt mondjuk, na ez így nem működik, nem is akarjuk így működtetni, nézzük, működik-e másként. De nem, maradt az egyre durvább testtudat. És most ide jutottunk, amiről minden perc tudósít, akármit olvasol vagy nézel, hogy tele van a világ önzéssel és gyűlölettel. Ugye szokták mondani a hinduk, vigyázat, hogyha egy napon a lélek nem aktuális, akkor az emberiség majd felfedezi, hogy az élet sem aktuális. Látszik, hogy az emberek nem öldöklünk, tehát nem becsüljük az életet. Tehát nem fogjuk fel a nagyszerűségét, hogy hova való. De legyünk pozitívak. Tehát a legfelső, mivel minden tudás magja, voltak éppen, ha valaki el tudja érni, hogy ez a tudás rá kiáradjon, akkor maga is abszolúttá válhat. Nem, remélem nem fárasztom nagyon ezzel a hirtelen komoly témával a hallgatóságot, de azzal kezdtük, hogyha van abszolút igazság, akkor te is az vagy. Vagyis amikor fejlődünk, nem akármiről van szó, érthető? Nem akármiben lépünk be, mint tudat, hanem egyé válunk a forrásunkkal. Ugye Jézus legdrámaibb mondata, ami emberi történelemben elhangzott, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Emészthetetlen, megkerülhetetlen, felfoghatatlan, mert a klasszikus vallásban mindig távolságot kell tartani az ember és Isten között. Valaki kimeri mondani, hogy ez a távolság nem csak áthidalható, hanem ha van abszolút igazság, akkor mind a ketten egyek vagyunk, érthető, amit fölvetek, az mindenkorban megdöbbenti a teológiát. Úgyhogy nagy bajban vagyunk, mert ez nincs tisztába téve, hogyha van abszolút igazság, akkor az bennem is jelen van, a lelki folyamat pedig nem más, mint a kettőnek az egyéválása. Ugye ékatvának hívják szanszkrit nyelven. Úgyhogy akkor erről is be. Vivekananda Swami szerintem többőtöknek ismerős. A következő magyarázatot fűzi ehhez, amiről mi beszélünk. Az ember magában hord minden megismerést, és csak a megfelelő környezet szükséges azt előcsalogatni. Tanító nélkül nem lehet megismerést elérni, de vannak emberek, félistenek és angyalok, akik bírják összes határainkat. De ki volt előttük mindenek tanítója? Utolsó következtetésképpen egy tanítót kell feltételeznünk, aki a végtelen megismerést kezdeti és vég nélkül birtokolja, mi ezt nevezzük Istennek. Ugye ez egy indiai álláspont volt ezzel kapcsolatban. Kérném szépen a következő képet. Ugye fölmerül a kérdés, teljesen jogosan, hogy ha van Isten, van abszolút igazság, szanszkrit nyelven Saguna Brahman, és itt hangoskodunk róla, ilyen határozottan, akkor ugyan beszéljünk már arról, hogy milyen módon közelíthető meg. És hát igazából a választék óriási a védikus irodalomban, de én egy rövid mondatot választottam, azt mondja Patanjali mester, az Isvara szent neve, vagy hangzó lényege a pránava vagy omkára. Ezt körülbelül úgy kéne felfogni, mint hogy olvasod Jánostól, hogy kezdetben vala az ige. Egy kicsit időzzünk el ezzel. Ha a legfelsőbb tudati természetű, és elindítja a teremtést, most nagyon leegyszerűsíteni, külön estét kéne eltölteni
illetve tízet-húzat. De ha nem tudjuk egyszerűen megfogalmazni, akkor sehogy. Tehát ezt meg lehet fogalmazni, de most csak, ugye, mint hogyha festőművészek lennénk, és beavatjuk a vásztat. Még nagyon-nagyon sok dolog van a részletekkel, de fővonalakban fölrajzoljuk, hogy mit is ábrázolna a kép. Nos, tehát a teremtés, ha tudati alapú, akkor könnyű elképzelni, hogy a tudat rezgésé, frekvenciává, saktivá alakul át. Ugye a sakti azt jelenti, hogy rezgő, áramló energia. Tehát a tudatot szokták férfi elvnek vagy purusának hívni szanszkrit nyelven. A tényleges teremtés, mint ahogy az ember esetében is az életadás, az mindig a női oldal feladata. Tehát amikor ez a tudat, mint akarat, mint hogyha azt mondaná, hogy legyen. Amikor azt mondja, hogy legyen, vagy kezdetben vala az ige, az azt jelenti, hogy a természete, mint rezgés, mint tudati frekvencia megnyilvánul, mint sakti. Ugye a női elv azt jelenti, hogy mint végtelen energia, benne bármilyen idea és bármilyen forma kialakulhat. Ugye ezt anyaistenünk fogták föl régen, vagy boldogasszonynak, amikor a Mária előtti magyar vallási kultuszokban. Csak kérdezem, hogy mennyire érthető ezt feltételezve. Tehát ugye a legfelsőbbnek, ami most láthatatlan, ugye a teremt sötét van. Ugye gondoljunk bele a következőbe. A teremtésnek mi ad értelmet? Mindig az ad értelmet neki, hogy egy vagy több tudat észleli. Nem? Tehát ha nincs senki, aki csodálja az augusztusi csillagos eget teli holddal, akkor minek van? Más szempontból azért az is igaz, hogy nem azért van, mert én most pont látom. Mert ezt szeretném azt hinni, ugye? A Hopi indiánok voltak, Jung leírja Amerikában, hogy évszázadokon keresztül az volt a vallásuk, hogy mint a kis fecskék a dróton, kora hajnalban leültek és várták a napot. És még Jung idejében is, még a YouTube-on van is ilyen régi film, a saját felvétele fekete-fehérben, és kérdezi az ineket, hát miért ültök ide? Hát te se tudod. Hát ha mi nem ülnénk itt, akkor a nap nem kelne fel. Tehát nagyon komolyan azt gondolták, hogy az emberi ego, hogyha ő nem teljesíti a kötelességét, akkor a napocska elmarad. De sajnos nem így van. Tehát a teremtés az emberi egótól függetlenül igencsak járja a maga útját, viszont abszolút nézőpontból maga, amikor azt mondta, hogy teremtés, már benne is van a természet szó, vagyis a nő, nem? Termés, termel, tehát félelmetes a magyar nyelv. Minden, ami valamiből valamit létrehoz vagy alkot, és az a gyümölcs révén mindig a nő felé mutat. Tehát úgy tűnik, hogy van egy tudatnak egy különleges vágya, hogy legyen. A megvalósulás viszont a női oldal feladata, hogy ez benne teret, nem tér. Teremtés, termés. Tehát teret ad a vágynak, és abban a sokféleség kialakulhat. Nagyon érdekes, ma csak változatosan beszélünk erről, nem beszélve arról, hogyha feltöltjük az előadást, akkor ugye segítség vagy magyarázat nélkül ezt nehéz azonnal megérteni, de ami a lényeg, hogy úgy is felfogható az anyagi teremtés, mint ami egymással párhuzamosan több tudatsíkon rezeg. Kérdezem, hogy ez érthető-e. Minden létforma csak arról a rezgésről vagy tudatsíkról tudatos, ahova a saját intelligenciája felér. Ezért mondtam a Schleiermacher-nyót az Eper levélen, hogy hiába kínálgatjuk Einstein filozófiájával, nem sok dolgot kezdhet vele, de egy középfokon művelt fiú vagy lány, a mai világban különösen, aki nem hanyagolta el a matakot vagy fizikát, az már örömét leheti benne, és már képes elgondolkozni rajta, mert hogy emberi lény. Tehát az neki való. Ehhez hasonlóan kell elképzelnünk, hogy attól függően, hogy melyik tudati légifolyosóhoz tartozunk, gondoljuk vagy hisszük el, hogy mi az anyagi világ. Van erre egy aranyos indiai mese az elefántról, meg a vakokról, nem tudom, hogy ki hallotta, hogy ugye biztos ismerős, hogy a világtalanok találkoznak egy elefánttal, és egyik megfogja a farkát, és ebből adódóan elmondja, hogy az elefánt egy hosszú valami. A másik megtapogatja a hasát, biztos értitek, nem is húzom vele az időt, valaki az ormányát, valaki a fülét. Lényeg az, hogy mindenki úgy írja le az elefántot, amit éppen empirikusan észlel vagy tapasztal belőle. De holisztikusan senki nem tudja leírni, hogy milyen az elefánt, miért, mert nem látja. Ehhez hasonlóan, ha az ember nem hajlandó meghaladni önmagát, hanem továbbra is csak úgy gondolkozik, mint egy ember, ezért az ő szempontjából valós, akár tudományosan is felhasználható
hiteles részletekkel bírhat a teremtést illetően, de egészében nem fogja tudni leírni, pláne azt nem fogja megérteni, hogy mi a teremtés szándéka. Ez egy nagyon lényeges dolog. Ha tovább akarunk lépni, jöhet a következő kép. Most egy képpel össze szeretném foglalni, hogy idáig mivel foglalkoztunk. Tehát ez a sok kis tojás forma, nem is húzom bele az időt, az azt akarja elmagyarázni nekünk, hogy ugye van a nirguna személytelen vagy jellemzők nélküli brahman vagy abszolút, ezen belül nyilvánult meg, láttátok, amiről beszéltünk, az isvara vagy istenség, pont azzal a céllal, hogy érzékelhető, megfogható, hallható, észlelhető, követhető legyen, és így tovább. Ezt nem most szeretném részletezni, csak egy kicsit rámutatni arra, hogy különböző valóságok léteznek. Az ember világára, ha ezt rávetítjük, lehet látni, hiába a demokrácia, hogy retteltes eltérés van közöttünk. Egyik embertípus a tamogunához, a sötétséghez tartozik. Ha látod az életét, azt tapasztalod, hogy önmagáról sem tud gondoskodni. Persze az embernek elszorul a szíve, mikor nyomornegyedeket meg hasonló dolgokat lát, de például Magyarországon nem volna kötelező nyomorogni sehol. Bizonyos szempontból Magyarországra születni az egy fantasztikus dolog. Lelki szempontból, ha nézed, nem vagyunk olyan gazdagok, mint mondjuk Kalifornia. Tehát nem akkora a csábítása az érzéke a nyagi világnak, hogy semmi más ne jusson eszünkbe. De nem is Kalkuttában élünk például, nem tudom ki állt ezeken a tájakon. Tehát lelki szempontból ehetünk tiszta ételt, megkereshetjük, amire szükségünk van, fel tudjuk nevelni a gyerekeinket. Tehát alapvetően még mérges vagy nagyon harapós állatok sincsenek az országban. Tehát nem az van, hogy elvittem a tanítványaimat Bengáliában a mesteremhez, és kérdezték, hogy mi az a tábla. Ilyen nagy kerek tábla volt, és akkor ilyen csíkos lény volt benne nagy bajusszal, nagy fülekkel, és hogy oda volt. Tehát behajtani tilos, mert tigris is jár az úton. De ez egy magyarnak vicces. Nem akarták elhinni, és úgy szóltam, hogy most mindenki legyen nagyon csöndbe. Ilyen riksában ültünk, és az indiaiak egyre hatalmasabb tempóba tekertek, és lassan értették meg a fiatalok, hogy ez nem demó. Ezen az úton átjár a bengáli tigris. Azért vagyunk csöndbe, mert ha zajcsapunk esetleg, akkor úgy széthúzza a nádast, aztán megnézi, hogy mi van vacsorára. Tehát egy magyarnak elképesztően megdöbbentő először, hogy tudjátok, hogy nálunk, jaj, egy szúnyog, nem? Hát ott négyzetcentiméterre jut 100. Meg amikor a gekkó, abból 3-4 is van a szobádba. Tehát úgyhogy mindig viszünk hölgyeket is természetesen, az összes sikoly azt jelenti, hogy pókot és extrém méretű csótányt talált a fürdőszobában. És akkor, mert nincsen tél. Tehát ezek a létformák óriásira nőnek, nincs ellenfelük. És ott emberek élnek, nekik az természetes. Egy hétig mi csak sikongatunk. Ugye? Tehát, szóval óriási különbség van, hogy milyen körülmények között élhetjük le az életünket. Jöjjön a következő kép. Egy nagyon-nagyon híres és fontos vers, csak ízelítő természetesen. Om Brahma Vidapnoti Paramtadés Abhyuktá Szatyam Gyánam Anantam Brahma. Tehát ha tovább haladunk előre, és most már úgy szeretnénk leírni az abszolút igazságot, hogy ez ránk vetítve, emberekre vetítve is igaz legyen, akkor ezt a könyvet nem sokára kiadjuk különben. Most csak azért nem mondom, hogy karácsonyra, mert nem tudom, tudjátok, hogy nem lehet papírhoz jutni. Tehát hiába rendeljük meg a gyönyörű lefordított könyveinket, még időpontot sem tudnak mondani a nyomdák, mivel hogy nagyon okosan az összes magyar papírgyárat eladták, felszámolták, mondván, a világpiac tele van papírral, bárhol hozzájutunk, meg persze cukorrépával is tudjátok, és kiderül, hogy nini, nincsen papír az országban, meg hát majd a cukorral is előbb-utóbb gondok lesznek, bár azt nem javaslom, hogy fogyasszuk. Tehát egyébként vannak hiányok, amelyek jók. Tehát pedig ez a Taittiriya Upanishad, amivel már régóta teljesen készen vagyunk, de most jósolni sem tudom, pedig karácsonyra szeretnénk. Így hangzik magyarul ez a két sor. A Brahman ismerői eléri a legfelsőbbet. Hivatkozásul a következő himnusz zengjük. Igazság, tehát ez volt a szatyam, tudás, gyánam, végtelenség, anantam, ez a Brahman. Miért állítom, hogy tovább lépünk? Erről egy könyvet is írtam, most az asztalon látjátok. És aki tudja, hogy ott rejtőzik a szív barlangjában, ugye ég a szívben, dahára vidya, szanszkrit nyelven, ugye a tudás barlangja.
vagy a transzcendencia a szívedben, a legfelsőbb légben annak a mindentudó Brahman által beteljesül minden vágya. Annyi időnk van még, hogy azzal szeretném folytatni, és ebben segítséget nyújtani, hogyha azt állítjuk, hogy az emberben is jelen van az abszolút igazság, akkor az hol van, és miért fontos, hogy az emberben is jelen legyen. Kezdjük a könnyebbel. Azért, mert ha az lenne a feladat, hogy a kozmoszban találjuk meg az abszolút igazságot úgy, hogy még a naprendszert sem fedeztük fel, könnyű belátni, hogyha 200 évig élnénk, az is kevés volna, hogy minimális tudásra tegyünk szert. A fantasztikus dolog az, hogy ugyanaz a lény van benned, mint aki a kozmosz mögött található. Kérdezem, hogy érthető-e. Ugyanaz a lény. Ahhoz viszont elegendő egy ember élet, hogy magadban felkutasd ezt követhető. Ahhoz nem, akármilyen fénysebességgel száguldó járműbe ülnénk be, évek alatt is csak a következő univerzumig jutnánk el, vagy mondjuk még pár darabig. Tehát egyszerűen tényleg nem érti az ember, hogy még az anyagi teremtés is végtelen. A végtelen az nem azt jelenti, hogy egy hosszú szakasz, hanem végtelen. Mert egy tudatról van szó. Nem tudjuk felfogni a határtalan tudatosságot. Nem is kell állandóan kifelé kísérletezni. A titok nyitja az, egyébként fizikailag, ugye azt mondjuk, hogy a szívben, de nem a dobogó szívet értjük alatta, hanem a szív csakrát, ami nagyjából tényleg középponti helyzetben van. Ha megfigyeled, nem tudom mennyire emlékeztek, azt hiszem Kecskeméten volt erről szó, van a három anyagi dolgot támogató csakra alul. Ugye a gyökércsakra, a szexuális csakra és a napfonat csakra, ez a kanaka kamini pratista. Tehát a létfenntartás, a szexualitás és szaporodás, és a becsvágy. Az emberek ezzel a hárommal foglalkoznak. El se jutnak a szívig. A titok, hogy van benne egy eredeti személyiség, egy halhatatlan lény, egy tudati természetű lény, aki nem ezzel a hárommal foglalkozik, hanem mit csinál? Csak figyeli. Tehát tökéletesen tudatos róla, de nem szól bele. Egyébként ez félelmetes dolog, hogy te valójában figyeled az ideiglenes önmagadat. Most nem folytatom, nehogy pszichológust hívjatok, vagy néhányan felálljanak, mert ez így fantasztikusnak tűnik. Ugye? De ha megfigyeled, van a szív, és fölül is van három a torok. Kezdetben vala az ige. Ugye? A katolikus papok nagyon helyesen holdanak itt egy fehér gallért is. Ugyanis itt táplálnak meg bennünket csecsemőkorunkban, de itt fogadjuk be az igét is, illetve aki olyan szinten van, itt sugározza tovább. Tehát ez a beavatásnak a csakrája. Lélek vagyok, megértem, nem? Meglátom, és egyé válok vele. Nem pedig mindig lefelé, és csapdába vannak az emberek. Figyeljétek meg, hogy az emberiség egyik része a nyomorral van rette. Éhen halsz, nem bírod megoldani az életet, sose fogod kifizetni. Nézzétek meg ezt az óriási államadóságot. Hogy a kollektív reménytelenség, egyébként most akarják az Uniót újra belecsalni ebbe különböző ürüggyel, zseniálisak, tehát hogy mondta Krisztus, mert e világnak gyermekei rátermettebbek te nálad. És nem fogunk gyanút. Az összes trükk arról szól, hogy nincs az a nemzedék, aki ezt ki tudná fizetni. Vegyünk egy lakást. Aha, 35-40 év törlesztés. Az ember, mikor megveszi, nem gondol bele, hogy gyakorlatilag rabszolgává vált. És közben hatalmas demokratikus szabadságban él. Hát az én szüleim hamarabb vettek lakást az átkosba, mint ami most van Európában. Azt mondja az öcsém, aki Angliában él, hogy kilátástalan. Tehát az angol jól kereső ifjúság számára is kilátástalan a saját ingatlan, vagy lakás, mindenki bérel. Csak azt mondja, mi van, ha nincs állás? Hirtelen beáll ez a nagy látszat jólét. És ezt csak százak, ezrek, akkor hova fog menni? Mert az nem az övé. Tehát még egy hátországa sincsen, ahová menekülhetne. Csak egy példa az anyagból. Úgyhogy nagyon, nagyon lényeges dolog különbséget tenni a kettő között, hogy az anyagi test érdekei és tragédiája, vagy egy egészen másként felépített vagy tervezett élet. Mert ez az önvaló, folytatja az Upanishád a következő verssel, úgy írható le, mint ami sem ez, sem az. Ugye néti-néti. A helyes előírt vagy helytelen tettek nem sértik vagy érinthetik őt. Most ijesztő, amit mondani fogok, pláne aki először hallja. Az önvalónak, aki te vagy, semmi köze a jó tettekhez, meg a rossz tettekhez. Ha a jó tettek útját járjuk, ami a vallás, az azért jó, mert boldog anyagi életünk lesz természetesen.
Tehát egészségesek leszünk, szépek, kedvező anyagi körülmények közé kerülünk, főleg, ha valaki meri feltételezni a lélekvándorlást, hiszen egy születés semmire sem elég. Tehát aki komolyan gondolja, hát önmagunk megértéséhez sem elég, nem hogy a világhoz vagy a földhöz. Tehát ha valaki kétségbe vonja a logikáját, hogy miért kell újra testet ölteni, az semmit nem ért. Hát azért, mert lehetetlen. Hát eljövünk ide, 30 éves korunkra jó, ha már felnőttnek nevezhetjük magunkat. 30 év csak azzal megy el, hogy a nullára kiküzdjük. Akkor jön az érzékkielégítés, a családalapítás, semmire nincs időnk, mire észbe kapunk, megint megöregettünk. Nem csináltunk semmit, nem? Répát pucoltunk. Arra emlékszünk, hogy főztünk, meg iskola volt, meg tanultunk, meg egy gyerek, meg két gyerek, meg unoka, meg izés, akkor ott vagyunk Péternél, hogy most mi van? Tehát semmit nem csinálunk. Tehát a százalékosan nézve egy emberi születésben alig van néhány perc, amikor mozdulunk az abszolút felé, tehát valamit megértettünk. Ezért ilyen gyötrelmes. Valaki okos, és egy születésben ezret él meg. Ezt nagyon komolyan mondom. Egy gondolkodó ember, aki ezt érti, hihetetlen módon ki tud használni egy emberi születést, és nagyon nagyot fejlődik. Másik ember beáll a rutinba, azt mondják a hinduk magyarul, így hangzik, hogy rágni a megrágottat. Ez arról szól, hogy a kisfiú engedély nélkül ellop egy fél narancsot, míg az anyja elfordul, egyébként van ilyen, és betömi a szájába. Nem tudom, jártatok-e így gyerekkel, hogy nem bírja, és akkor elcseni. De ránézel, a levét lenyelte, ugye rágni nem meri, kiköpni sem meri, mert lebukik. És akkor áll így, és körülbelül így van az ember is, hogy van se lenyelni, se kiköpni, nem tudja az anyagi életet, már minden volt benne, igazából nem válasz semmire. Szóval nagyon komoly baj van. Tehát, és akkor most például nézzük ezt a háborút. Nagyon nehéz megérteni az embernek, hogy az abszolút igazság vagy Brahman működése nem párhuzamos az emberi történelemmel. Semmi köze a gonoszságainkhoz, a háborúkhoz, a békékhez, a stb.hez. Ő egy abszolút vanás, amire az előbb azt mondtuk, hogy tudás, igazság és boldogság jellemzi. Tehát nekem, mint emberi lénynek van feladatom ezzel, föl kell lépnem erre a valóságra. A jelentőség ennek, tudjátok mi, nem bedőlni annak, hogy ilyen reform, meg majd olyan reform. Hát aki az én korosztályom, nem azt hallgattuk egész életünkben? Nyers Rezső kezdte, valaki még emlékszik. Most így az őszhajaknak mondom. Ilyen reform, meg a szocializmus, hogy meg majd kommunizmus lesz belőle, akkor túléltük. És akkor, na majd, hogy van, Bécsbe cukrászdát nyitunk. Aha. Szóval ilyen csodálatos ajánlatai az életnek. Tehát nem szabad bedőlni annak, hogy az anyagi reformok, azok elhozzák az ember számára a boldogságot. Miért nem? Nincs olyan reform, ami a legfontosabb problémát meg tudná szüntetni, az pedig a halál. Lássuk be, nem? Akár mi marad utánunk, bármilyen gazdag, gyarapodó társadalom, a fő probléma, hogy miért halok meg. Egyébként nézzétek, utolsó pillanatig sem képes felfogni az ember, hogy meghal. Én most vesztettem el nemrég apukámat, aki mellett, ameddig lehetett, ott voltam. És személyes drámám egyébként taníthatatlan volt szegény. Tehát, egy katolikus jámbor jó ember volt, de nem tudott belépni a tényleges lelki gondolkodás világába, és mindenki megrendül a halál pillanatában. Mi volt ez? Miért van vége? Amikor megkérdeztem tőle, aranyos ember volt, hogy mit szeretne? Tulajdonképpen nem tudta, hogy én tudom, hogy mi az utolsó kívánsága. Tudjátok, mit kért? Francia krémest. Persze hoztam neki. Meg is ette. De úgy minden benne volt, hogy mi hiányzik majd legjobban a földről. Ugye? És persze vissza fogunk jönni francia krémesért, hogy értsük. Tehát ez egy... Tehát a Brahman vagy abszolút igazság nem párhuzamos az emberi történelemmel. Ez egy iskola, ahol mindig azt játsszuk, mindig azt járjuk előről, hogy fölfogod-e, hogy halhatatlan örökké való lény vagy, vagy újra kiteszed magad a keletkezés, állandósulás, hanyatlás és pusztulás körforgásának. Nem tudom, ismerőse, szerintem Kecskeméten igen, ez a szamszárának nevezett karmikus ciklus, egyfajta szerencsekerék, hogy mindig van, aki elkezdi, de minden erről beszél, az évszakok, ahogy váltakoznak. Fú, a nyarat mindenki szereti. A lányok beszélgetését szoktam hallgatni, hogy a nők imádják a jó időt, és akkor egyszer csak mondják, hogy jönnek az emberek. Mondom, mi bajok van ezeknek az emberekkel? Aztán hallom, hogy szeptember, október, november, december, vagyis a rossz idő, tudjátok, amikor visszahúzódunk,
Tehát az a része az életnek, ami csupa kötelesség, csupa feladat, és meglehetősen kevés benne a szabadság vagy a boldogság. Úgyhogy, igen. Tehát jöhet a következő kép, ha valaki megnyomja. Azt akarom mondani, hogy adódik tehát a kérdés, hogy tisztán és érthetően fogalmazzunk, hogy az abszolút igazság és a bennünk lévő lélek azonosak? És az a válaszunk, hogy igen, és erre van egy nagyon szép vers a Lísávaszi Upanisádban, ami azt mondja, ó Uram, világ mindenség fenntartója, egyetlen bölcs, ó irányító, a naps az ősatya, mindenek szabályozója, vond vissza sugaraid, zabolázd meg sugárzó ragyogásod, hogy megláthassam legdicsőbb alakodat, de az utolsó mondat miatt olvasom fel, te vagy az a purusa, purusa azt jelenti úr, szanszkrit nyelven, aki magam is vagyok. Soham asmi, ez követhető így? Tehát a megvilágosodás pillanatában döbbensz rá arra, hogy te illuzorikusan egy tudatcserét éltél át. Elhitted valamilyen oknál fogva, hogy azonos vagy az aggyal és a testtel, emiatt azt gondoltad, hogy az életed értelme az e kettőhöz kapcsolható külső világ, mint valóság. Nincs nagyobb illúzió, tudom, hogy ezt hihetetlen nehéz elfogadni, mint az ébrenlét. Bármint az anyagi világban való jelenlét. Kinyitjuk a szemünket reggel, betöltődik az értelem, és ezt a kézzelfogható valóságot tudjuk elfogadni egyedül. A csapda úgy működik, hogy az összes érzékszervünk az agyunkra van felszerelve, és nézzétek meg, hogy mind a külső világgal foglalkozik, nem? A szem a külső formával, a fül a hanggal, nem az orra az illattal, a nyelv az ízleléssel, a tapintás, stb. Akármelyiket nézed, ezeknek mind külső tárgyuk van. Mi okozza a nehézséget? Hát az, hogy te pedig a szívben vagy. Vagyis belül. Mit csinál a meditáció? Nem? Lehunja a szemét, visszavonja az érzékeit, nem? És elkezd befelé figyelni. És aki ezt sikeresen gyakorolja, pratyahárának hívják, ugye vissza, vagy nirodhának, visszavonja magát a külső világ tárgyairól, nem marad más, csak a belső valóság. Erről majd inkább egy teljes estén beszélnénk, mint sem, hogy összecsapjuk. Valaki ide ülhetne is, akkor nyomjuk a következő képet. Erősítsük meg ezt, menjünk kettőt, jó, mert már látom, hogy elmúlt fél. Saját elméd által szívedben valósítasz meg engem, a legfelsőbb önvalót, az önragyogó fényt. Minden élőlény szívének titkos barlangjában ezáltal eléred a felszabadulást, mentesen minden félelemtől és szorongástól. Azt szeretném nektek mondani, hogy beszéljünk egy picit az elméről. Van egy vers a Bhagavad Gita-ban, azt mondja, hogy a nem fegyelmezett elme, ugye halálos ellenség, mondjuk így, a fegyelmezett elme a legjobb barát. Az elmével van egy probléma, hogy ezen keresztül próbáljuk felfedezni önmagunkat és a világot, de például valaki pszichológiával foglalkozik, döbbenten fedezzük fel, hogy viszont maga az elme is megismerendő. Ez követhető így? Hiszen inkább elmekortannak kéne hívni a pszichológiát, mert bár lélektannak hívják, de hát tagadja a lélek létezését. Tehát klasszikusan, ahogy most tanítják, nem minden pszichológus vagy pszichiáter, de ha belenézünk az egyetemi tankönyvekbe, akkor tényszerűen úgy van bemutatva, hogy lélektan, de valójában az elme különböző kóros vagy sajátos folyamatait tanulmányozza. Tehát távolról sem a lelket. Azt inkább hívhatjuk jógának, vagy komoly krisztusi útnak, buddhizmusnak, stb. A buddhizmus tagadja a lélek és Isten létezését abszolút szinten. Van már változata, ami nem, de legyünk pontosak, a buddhizmus nem az Istent és nem a lelket mutatja, az is a tudattal foglalkozik. De szintén egy előadást igényelne, hogy ne csapjuk össze ezeket a dolgokat. Tehát a válasz, hogy az Úr és a lélek az ugyanaz. Bármilyen furcsa. És a folyamatnak a lényege az pont az lenne, hogy ezt valahogy átélni. Ehhez le kell leplezni a külső világot, mint illúziót. Nagyon kevés időnk van, és ugye kicsit ilyen komoly témában, pláne egész napi munka után kimerül az elme. De azért gondoljunk bele, saját erőnkből le tudjuk leplezni, hogy illúzióban élünk? Feltétlenül. Miért? Több problémánk van az anyagi világgal. Az egyik, aki már nem gyerek, miért kell ennyit szenvedni, nem? Tehát például egy anya, ugye életet ad a gyermekének, én is jelen voltam mind a kettőnél. Elképesztő teljesítmény, még akkor is, ha azt mondjuk, hogy minden optimálisan történt.
Nem? Mondhatjuk, hogy egy gyönyörű dolog keletkezik, ha valaki tud így gondolkozni, mert a mai világban már most, amióta férfiak is szülhetnek, az Unió megszavazta. Az ember azt hiszi, hogy egy Monty Python filmben van. A Brian életében volt ilyen, ha valaki emlékszik. Tehát néha csak kapkodjuk a fejünket, hogy ez most hogy történik. Na mindegy. Hogy van? Nem tud, mert hogy volt a Monty? Nem tud, mert nincsen méhe, de joga van hozzá. Úgyhogy az ember nem hiszi el, és mindez azért, mert tagadja, hogy van abszolút. És olyan szinten relativizál mindent, hogy már az is probléma, hogy férfi és nő. Elképesztő. És ki tudja, hol lesz ennek a vége, ha nem kezdünk el gondolkozni. És valamit, a dolgokat. Visszaszületünk, és az lesz a lelkiet, hogy tanítjuk a szerelmet, mármint az igazit. Tehát Istenről vagy lélekről már nem is lesz szó, már az is nagy szám lesz, hogy fiú, lány. Tehát ez már lehet, hogy ilyen transzcendens téma lesz 30 év múlva. Tehát egészen félelmetes, hogy hova le lehet. Tehát az emberek nem értik, hogy a pusztulás is végtelen. Tehát az abszolút minden irányba végtelen. A fény is végtelen, és a sötétség is végtelen. Tehát lezülleni is elképesztő mélységekig lehet. Elindultunk ebbe az irányba már, aki úgy érzi, hogy ehhez tartozik. Szóval egészen különleges szituáció és fontosságú dolog, amire felépítettük nyilván vázlatosan a mai esténket, hogy az abszolút igazság létezik, ha létezik, akkor benned is jelen kell, hogy legyen, és igazából az a folyamat, ami által ezt megvalósított, több lépésből áll. Ezt még mondjuk el talán, és akkor megjelöljük, hogy innen folytatjuk. Ahhoz, hogy ne a szenvedést észleljük az anyagi világban, ha csak a füle fáj valakinek most, vagy a foga, ne adj Isten, vagy nagyon éhes, vagy nagyon szomjas, vagy nem mer kimenni, amit mondok, hogy nyugodtan tegye meg, akkor már nem tud figyelni. Tehát olyan óriási ereje van a testnek, meg az érzékeknek, hogy egy komoly érzéki probléma már lehetetlené teszi, hogy magasztos dologgal foglalkozzál. Valljuk be? Tehát kész. Nem tudsz odafigyelni. Tehát amire visszaszeretnénk kanyarodni, hogy azért tudjuk, hogy baj van az anyagi világgal önmagában, mert rengeteg szenvedést tartalmaz, rendkívül sok küzdelmet, és az összes boldogság, ami benne van, figyeld meg, hogy ideiglenes. Egyik boldogság sem állandó. Az, nem? Például azt mondom, hogy hű, de éhes vagyok, és én jártam már így párszor, szerintem ti is, legkedvesebb ételedet hazahozod, mint a mókus, és akkor boldogan nekilátsz, és amekkora öröm volt az eleje, még talán a közepe is, a végén úgy, hogy a kaja kóma. Tényleg az ember csak néz maga elé, és reméli, hogy túlélje. Reggel fölkelsz, és valami ijesztő dolog történik, nem okult a szervezet, semmi probléma, újra éhes, és megnézi, mi maradt a tegnapiból. Holott addig úgy érezte, hogy ha még egyszer ilyet tesz, és most nem akarok ízléstelenkedni, de bármelyik gyönyörrel elmondhatjuk, hogy mindegyik bebizonyítja, hogy nem tartós, hogy ideiglenes, de mivel nem tudunk más boldogságforrást, figyeld meg, hogy kis idő múlva ismételni kezdjük. Tehát újra eszünk, szeretünk, hogy mindenki értse, akármi. De ha filozófus vagy, most még nem kell jóginak, vagy védantinnak, vagy komolyan Krisztust követő embernek lenni, de elkezd az embernek feltűnni, ezek ideiglenes dolgok. Ezek ideiglenes dolgok. Tehát maga az anyagi világ, mint ilyen kellemes jó hely, kezd lelepleződni, hogy túlságosan sokat kér, és rendkívül keveset ad. Nem? Tehát az ember még a nagyon gazdag emberek sem boldogok, és ők még rosszabb helyzetben vannak, mint a szegények. Mert a szegény legalább gondolhatja, hogy ha majd gazdag lesz, majd boldog lesz. De mire gondoljon egy gazdag ember? Ugye? Tényleg nagyon nagy bajban van, mert mindenkinél jobban tudja, azt annyit eszek, amennyit akarok, annyit szeretek, amennyit akarok, oda megyek, ahova akarok, de mi a baj? A felsoroltak közepette is ugyanabban az elmében vagyok. Mindenhova, hiába szállok fel csodarepülőkre, a tudatomat mindenhova magammal viszem. Tehát hol tartunk most? Az egyszerűen gondolkodó filozófus úgy születik meg, mi van akkor, hogyha a tudatomat változtatom meg. Hát ezt három lépésben tehetjük meg, mondjuk fejezzük be itt. Az egyik, hogy a világgal rendezem a kapcsolatomat. Ezt hívják úgy, hogy karma jóga, ugye a cselekvés jógája. Önzetlen tettekbe fogok, ezért megszűnnek a világból felém sugárzó fájdalmas visszahatások.
Tehát a helyes, szeretetteljes, önzetlen tettek. Például a Bhagavad Gita azt mondja, hogy az ilyen ember kedvel mindenkit, és mindenki kedveli őt. Előbb-utóbb át fogod élni. Nem maradnak ellenségek, nem? Ahogy kikopik az emberből az önzés, az anyagi világ, mint tükör, nem támad vissza. Nincs miért. Tehát először rendezni kell a világgal. Még mindig van egy probléma, hogy ahogy munkát, tehát szakmát vagy diplomát szerzünk ahhoz, hogy valaminek élhessünk, meg kéne érteni a megvilágosodás tudományát. Tehát tudásra van szükségünk. Ezt hívják úgy, hogy gyána jóga. Tudás azért kell, hogy a kétségek eloszoljanak bennünk. Nem kétséges. Odáig tanulunk, hogy tudjuk, hogy örökké való lények vagyunk. Nem valósítottuk meg, de tudjuk. Nyilvánvaló, hogy kell lennie abszolút igazságnak, a gyána jóga vagy tudás jógája elvész odáig, ugye? És hát marad egy harmadik felvonás, ugye hívják rádzsa jógának, vagy gyána jógának, a bhakti jóga felső fokát is ide sorolhatjuk. Hegymászó nyelven csúcstámadásnak hívhatnánk, amikor azt mondod, hogy rendeztem az adósságomat az anyagi világgal kapcsolatban, megszereztem azt a tudást, ami eloszlatta a kétségeimet, mi maradt hátra? Egyesülni az abszolúttal. Ahogy Jézus mondja, én és az Atya egyek vagyunk, hogy aham brahmasmi, ugye, brahman vagyok, ahogy mondja a hindu. Tehát így épül fel a folyamat, hogy ki kell békülni a világgal ahhoz, hogy a világ kibéküljön veled, magyarul föl kell adni az önzést. A megvilágosodás ugyanúgy szakma, mint tanárnak, orvosnak, ügyvédnek vagy autószerelőnek lenni, most nem akarok többet, ezt meg kell érteni, hogy milyen eszközökkel, ugye? Tehát azt mondja a Bhagavad Gita, helyes eszközökkel, kitartó ember számára biztos a siker. És amikor ez a kettő rendben van, honnan tudod, hogy megvilágosodsz? Békét értél el. Van egy jele annak, hogy eljött az ideje a boldogságnak. És ez a jel az, hogy tartós harmónia és békesség van benned. Nem zaklatnak fel a vágyak. Érthető ez? Nem zaklatnak fel a hiányok. Egyszer valahogy úgy rendben van. Olyan, valaki ismeri Csíkszentmihályi Mihályt? Ugye ez a flow és egy csomó hasonló. Áramlik benned az élet. Úgy mondja az egyik upanisát, képes bárhol csöndben ülni, és magában élvezni az élet áramlását. Tehát a megvilágosodás feltétele a békekötés a külső világgal, és békekötés a saját elménkkel. És amikor ez a külső-benső béke vagy harmónia kialakul, akkor kezdődhet a meditáció. Sokan érzik ezt elvonulásra mennek, nem tudom, hogy ismerős egy hétre, két hétre, néha egészen távoli szigetekre vagy kontinensekre. Még egyszer mondom, nem tudván, hogy az elme attól még ugyanaz. De érezzük, hogy valahogy ki kéne békülni, valahogy olyan jó lenne lenyugodni. Tehát ahhoz, hogy nyugalmat érjünk el kell engedni a szükségtelen vágyakat, és ki kell bírni a sértéseket, a nem megértést, a stb. Rengeteg ilyen próbatétel van, hogy szeretsz, támogatsz, próbálkozol, és valami nem igazán az jön vissza. De felső fokon nézed, jó ez így. Mert így tanulod meg, hogy elvárás nélkül is tudsz szeretni. Jó, hát ha nem értékeli, nem értékeli. Te ezen nem tudsz változtatni. Már csak egy dolog maradt, hogy az örömről beszéljünk még egy kicsit. Ugye a fájdalom azt jelenti, hogy rendkívül lassan telik az idő. Figyeld meg, hogy így van. Rendkívül lassan. A fájdalomban, a szomorúságban, a szenvedésben rendkívül lassan telik az idő. Ezt mindenki tudja. Ez mutatja, hogy valami nagyon nincs rendben az életemben. Ugye gyönyör azt jelenti, hogy rendkívül gyorsan telik az idő. Boldog vagyok alatta, de rendkívül fájdalmas észrevenni, hogy véget ér. Ugye, boldogság azt jelenti, hogy nincs idő. Ez az ánanda. Ez a lélek eredeti állapota, vagy az abszolút. Tehát a cél, most csak odáig jutottunk el, hogy A-tól Z-ig körbeérjünk, mindvégig egy olyan boldogságot keresni, ami soha nem ér véget. Ugye nincs köze az idő lassúságához, vagy az idő gyorsaságához. Miért? Mert annak a lénynek a boldogsága, aki túl van időn és téren. Erről beszél. Abszolút boldogság azt jelenti, semmilyen befolyással nincs rá az idő, semmilyen befolyással nincs rá a tér. Tehát akkor a testem sem, az érzésvilágom, valami olyan, ami nem függ ezektől. Hát erre volt ma időnk, én itt köszönném meg végtelen türelmeteket és figyelmeteket, és akkor ez lenne az a pont, ha benne vagytok, hogy következő alkalommal folytatjuk. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a meghívásotokat. Viszontlátásra.